Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt pontosan 9 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani. Sziasztok. Hello Feri. Hello. Jó reggelt. Hello mindenkinek. Mit szóltok, milyen gyönyörű idő van most is két ez a nyomoronc vackot. Hát gyerekek, ez nem az igaz, igen. Nem tudom, hogy mi van. Agyon vagy nyomba. Figyeljetek, egyébként én azt mondom, hogy például tegnap délután, nem tudom nálatok milyen idő volt, de nálunk néhol esetított. Nem volt rossz. Volt egy kis picike kis esőcske, de egyébként egy csomó napsütés is volt. Tehát pénteken, ugye augusztus 1-én Balaton lelén a napfény stand előtt, és majd egy kicsit később is azon a tájékon, szerintem kiegyeznék olyan idővel, amilyen tegnap délután volt. Mert akkor nem maradnál a Kasszati B, Vastag Csaba, Vastag Tamás, Király Linda, Király Viktor, Tóth Gabi és Hooligans koncert. Szerintem pénteken már nem fog. Pénteken már nem fog. Már jön a jó idő péntekre. Pont most hallottam Ákost, ő azt mondta, hogy észak-keleten már egész jó, délen még nem annyira, ugye mi kicsit délebben leszünk, de szerintem nem lesz rossz idő. Péntekre már jön a, sőt, hétvégére már kifejezetten jó időt. Már pedig Ákos hiteles. Igen? Hiteles hírszerkesztő, de számomra egyébként ő az egyik leghitelesebb hírszerkesztő. Azt mondjuk furcsa, hogy mindig, amikor két hírek között vagyunk, akkor éppen a kezébe temetett arcelül az íróasztalján, és azt mormolja magára, hogy pokorra fog jutni, pokorra fog jutni. A sok hazugság, sok hazugság. Mondj nekem még egy nevet, tessék, innen. Persze, hogy Ákos a leghitelesebb. Aki? Van az erotikus hangon beszélő kislány. Aha. Igen? Nem, és ő. Most hírek. Tehát van olyan... ő ilyen versmondó lányos. Bujavágyak. Ő bujavágyak. Hírek, most tőlem. Ez a... Neked, most én tőlem, csak neked. Nem tudom, hogy hívják. Tudnom kéne, de nem tudom. Majd később. De nem... Majd beépül. Igen? Időben. Nem akarom, hogy beépüljön. Igen, aztán mond még egyet. Nem tudok. Szóval, hogy persze, hogy Ákos a leghitelesebb. Ugye? Hát, és Karolina meg már nincs, az tényleg azt elmondta valaki, hogy már nincsen, nem mondta el senki. Nem a mi dolgunk szerintem. Nem azért mondom, hogy a mi dolgunk lenne, csak hogy ugye így volt nálunk reggel, még nem volt szervesen a reggel része. Ez igaz. Hogy, viszont a munkatársunk volt, és nagyon sok szépet meg jót kívánok neki. Ő igen. Módosított. Azt nem tudjuk, hogy módosított pályát is? Ja, pályát nem, módosított? Nem, szerintem nem. Elment Olaszországba? Nem, Spanyolországba küldött. Nem, Karolina nincsen egyébként, tényleg még nem is beszéltünk róla. Most járt le a titoktartási záradékunk a szerződésben. Ja, a miénk, de az ő még nem. Ő még nem beszélt arról, hogy hol van, mi már elmondhatjuk, hogy úgy hol volt, van. Úgy volt, hogy kedd 6 óra után 12 perccel már lehet róla beszélni. Igen, igen, 6 óra előtt 11 perccel még nem, de 6 óra után már 12 perccel lehet. Szóval Karolina már nincsen. Nem mintha SMS-ek ezrét kaptuk volna, hogy hol a Karolina, de nincs már. Nem később ezzel. Szokták kérdezni. Tudom, igen, egy másfél után csak jön egy SMS, hogy hol a Karolina. Önszántából vetett véget már nem az életének, csak az itteni karrierének, és állt át valahova máshova. Meg az erős sötét oldalára. Így van. Úgyhogy nincs már Karolina. Meg azért vagy bőszintén nyomasztóan magas az a léc, amit meg kell ugorniuk Ákos miatt naponta, és hát nyilván ez is frusztráló. Valószínű Ákos, igen, Ákos mindenki el fogja hagyni a pályát, Ákos miért? Vagy mi lesz? És 0-24-ben Ákos fog érezni. Ákos nem tud rosszabb lenni. Ákos kicsinált mindenkit, igen. És a magas színvonallal, a felkészültséggel, az objektivitás, egyszerűen olyan, azt mondta a Karolina, hogy srác. Nem tud, és nem is akar, és nem is lehet versenyezni Ákossal. Most próbálták lenyomni, ugye? Tehát az volt, hogy próbálták visszanyomni az Ákost, hogy a többiek ne érezzék rosszul magukat. Nem, elütni akarták egy platósi fával. Egy moped, de ez sem sikerült. Én most akarok csináltatni egy félhátas Ákos tetkót. Most még azt nem tudom, hogy megy. Ja, de... Hogy jó, nem megyek bele, nem. De hogy melyik oldalra. De hogy nem tudod. Ákos nagyon jó. Szív fölé. Ha fiam lenne, Ákosnak is. Ha fiad lenne, Ákosnak, Ákosnak híven? Így van. És tegnap írt az egyiket, és hallgatónk, nagyon kedves volt, nem tudom, mire akart vele utalni, hogy lányom máva most már csinálják egy gyereket is. Ez ki volt? Nem tudom, az egyik hallgató írta. Nem tudom, hogy mihez kapcsolódott konkrétan, de hogy így... valahogy beszüremkedett neki lány, az információ. Gyerek? Hát én azt gondolom, hogy maximálisan az. Aha. Hogy lányod van, és csinálj most már egy gyereket is? Ilyen színvonul SMS-eket én meg sem említenék. Komolyan mondom, hát ez nem SMS, ez valami paraszt írta. Igen, nagyon fura.
főleg egyébként. Ja, ez a lánygyerek nem gyerek, csak a fiúgyerek a fiúgyerek. Kivici tovább a nevet. De ilyeneket nem is, ne is említs meg, tehát hogy ez nem is ér föl egy SMS-sel, ez valami nem tudom mi. Biztos ilyen nagy bajuszú, nagy Magyarország térképes. A fiúgyerek, a lánygyerek, nem gyerek. Nem ez? Hát főleg, ha még ismerni a lányomat, de hál' Istennek nem ismeri. Nem tudom. Nem értem, mi az, hogy lánygyerek, nem gyerek. Ezen úgy fel tudom húzni magam. Mert nincs, aki tovább vigye a nevet, nincs meg a vagyon az, majd. Az ilyennek nincs vagyon, esze sincsen az ilyennek, nem vagyon. Nincs is mit tovább vinni, csak a parasztságot. Teljesen igazad van. Nem? Csak hogy négy lánya van megáldva, akkor a szerencsétlen, hát, azt nem tette semmit az asztalra? Vagy hogy? Meg az egyelizset, nem? Hát ezek vannak ilyen népi bölcsességek, nem tudom, hogy mire. Már a régi tapasztalatokra hagyatkoznak. Utálom az ilyen hülye sztereotíp, ilyen prosztó gondolkodást, hogy egy normális férfi embernek férfi gyereke van, nem tudsz férfit csinálni, te nem is vagy férfi. Úristen, egy szívlapáttal kéne ezért hátba, de tényleg, nem? Ezt a prosztó tempót tényleg, hogy a lánygyerek nem gyerek. Miért és nem? Miért nem? És azt nem írta még, hogy csak egy van, az is baj? Ja, hogy egy gyerek nem gyerek? Igen, egy ja, gyerek azt nem gyerek, mert azt is szoktam hallani. Egy gyerek nem gyerek. Azt is szoktam hát hallani. Az mi? Az egy gyerek. Figyelj, az egy gyerek nem gyerek az helyes. Egyébként az azok mondják, akinek több gyerekük van, és néha az egyik gyereket leadják valahova, és akkor azt mondják, hogy hát figyelj, az egy gyerek nem gyerek. Nekem is mondja egy barátom. Mert hogy ő, neki két nagyon rossz gyereke van. És ő azt mondja, hogy amikor csak az egyik van otthon, Némán tologat egy kis vonatot. De amikor megjön a másik, na akkor viszont elindul az őrület, és nekem mondja mindig, hogy én azt se tudom, mi az a gyereknevelés, mert hogy látja a Benit egyébként, hogy 3 óráig egy szöcskével simán eljátszik. És erre mondja nekem, hogy az egy gyerek, jó, nem ez gyerek. Ez így jó pofa, így aranyos, de ugye de nem magára másik, a gyerekre mondja, igen, hogy igen. Van a másik fajta, egy gyerek, nem gyerek, miért nem tudtál többet csinálni, Na az megint ilyen. Nem, igen, csak amikor igen, a lányokat leszólják, ezt én is hallottam már többször, hogy a lánygyerek nem gyerek. Meg a fiúgyerek, mert azzal lehet menni, bebaszni, meg badászni. Igen, ennyi, azt ne. Badászni lehet menni, a szalonnál lánygyerekkel mit csinálsz? Nem tudsz így állni. Hát, de komolyan mondom. Na, mindegy. Hol a Karolina, kérdezi egy SMS író. A helyzet az, hogy Karolina fölmondott, úgyhogy jó az észrevétel egyébként. Nagyon jó az észrevétel. De ha csak azért vetted észre, mert most mi mondtuk. Nem, humorizált. Humorból írta. Azt mondja, hogy Ákos koncertezik és hírszerkesztő is, kérdezi valaki. Így van. Bizony. Így van. Ez abszolút így van. A gyerekek, tegnap elmaradt a sportnapom, úgyhogy nagyon feszült vagyok és ingerült, hogy vigyázzatom, mert szörnyű napotok lesz ma velem. De az egész hát nem volt. Hát ilyen esőben nem. Hát lesz volna tenisz, aztán foci, azt mondtad. Igen, de hát nem, fűre nem lehet fölmenni kis pályára, mert hogy tönkre tesszük ilyenkor, úgyhogy ezt ilyenkor eső nap van, átrakják. Nincs alá csövezve, vagy mi van? Elvezetés. Nem modern pálya. Nincs? Milyen helyre jársz te? De tényleg. Nem az, hogy nem el kell folyni a víznek, hanem maga a fűt lenyomott, ha vizes. Aha. Tehát azt nem tud elvezetni. Ha nem játszottok, azt letörlitek előtte. Ah, igen. Azt lehetne. Vagy műanyag. Úgyhogy nem, a teniszem is elmaradt, úgyhogy nagyon feszült vagyok, úgyhogy. Nyomja egy pár fekvőt. Tessék? Nyomja egy pár fekvőt. Ez nem jó, az rajtam nem segít. Nekem a mozgás. Neki több mozgás kell, jelzik. Érted, nem pár nyomorult fekvőtámasz, amit pókjárásban. Hát, meg tudok neked csinálni. Úgyhogy nem jó, nem is aludtam jól igazából. Kérd el a Feri EP-jét. Tessék? 5K? 5K. Most mit csináljon vele itt? Na mi van? Hát tönkretettél tegnap, végeztem, eladtam a futócipőmet, és ennyi. Jaj, hagyjál már, te puha, te. Hát tegnap te már nem mentem zugfutó, futni. Te titokban futó, te. Zugfutó, be akartam hozni ma nektek a spandex gatya, úgy hívják. Naha. Hogy megmutassam Janinak, hogy milyen jó, mert tegnap ne, leszoltam. Ne, van nekem elég bajom, így néz ki, milyen idő van. De holnap abban meg, jövök, megérted, meg mondjuk gyereket is kell csinálom, mert csak lányok. Legalább egyet. Na mi van, voltál futni? Nem voltam, hogy lettem volna. Tegnap előtt voltam, egy napot ki kell hagyni. Tönkre mennek az ízületeid egyébként. Nem lehet csak úgy hülyén futni. És most holnap mennyit futsz? Mit tudom én, majd megnézem neked. Azt hiszem 30 perc, aztán 3 perc sőt a 15 perc után. Az azt jelenti, hogy 30 perc, 3 perc sőt a 15 perc után, az 48 percet nem vagy otthon, ugye? Aha, ilyenkor szalonát viszel magaddal? Persze, meg pálinkát is. 48 percet nem töltesz otthon, jó, én értem, hogy fűz, de mit eszel közben? Tehát, egy fél óra, nem úgy van, hogy hajtok egy... Hatni, hogy közben levágsz egy őzet? Én hajtok egy csertést magam előtt, és ha baj van, akkor abból kimarcangolok valamit, és pálinkát is viszek. Azért van egy kis kulacsod, és abban van egy kis
így van, és egy kempingszék a hátamon, hogyha megfáradnék, akkor azt csak ledobom, és már tudok is üzülni. Nem azt tudom, ezt a futást hova tenni, ez nekem akkora zavar a te életedbe, hogy ez nekem valami nagyon, nagyon. De nekem is. Nem illik ez össze, nem illik ez össze veled. Hová tűnt a régi Feri? Gyere, együnk egyet. Ugyanúgy megvan. Fut. Hát ez... Ugyanúgy megvan, tegnap is grill party volt nálunk, este megittunk egy kis bort, de pont azért lassan, jó. Lassan ott fogsz kikötni, hogy tofu teszel és nősülsz. Tehát ez gyerekek. Csináltam egy gyors tofu szendvicset, némi kis párgával, kis majorannával, és egyébként lehet, hogy ősszel megnősülök. Tehát ez lesz a következő. És akkor már tényleg nem mondod. Tudom. Már nem tudom, hogy ki vagy. Akkor már végképp nem tudom, hogy ki vagy. Nálam ilyen a kapuzárási pánik. Nősülök és tofu szendvicset eszem, és valamit futok. És ez a három. Térted, eddig pont az volt, hogy éltem a kis hedonista életemet, most megfordult. Élted a hedonista életedet, együtt szóltuk le a futókat, és nevettük ki őket, és te is az erős sötét oldalára. Én még le tudom így is szólni őket. Nem, most már nem tud, nem szóltad. Igaz. Nem, most már nekiálltál futni, és kis gatyában, feszülős, ilyen mindenféle alkalmazásokkal futsz, most már nem szóljuk le a futókat. De az, hogy nekem átmeneti, azt nem használhatom fegyverként. Már mi átmeneti? Hát ugye kipróbálom, hogy le tudom-e futni az egy órát. Ha megvan kipipálva, kész, már dobom is el. Na? Már hogy egy ideig futsz, és aztán feladod? Amíg meg nem csinálom az egy órát, egyben addig futok, az kész, megvan. És mennyi idő alatt akarod lefutni az egy? Egy órát egyben egy nap alatt? Egy nap alatt. Egy órát egyben egy hét alatt, vagy hogy? Tehát ezek összeadódnak? Igen, ha az megvan, egy órát egyben egy hét alatt le tudtam futni. Egy órát egyben az hány kilométert jelent? Az egy tízes. Tízes? 10-11. Nálam. Hát a Janinál 20. Tehát ahogy ő megy. De, hogy hát az akkor maratoni idő lenne, mert akkor az 1 óra 20 kilométer, az 2 óra 40, az nagyon szép idő. Tehát az nagyon komoly idő. Tehát 1 óra 1-ben ez a cél? 1 óra 1-ben. Hogy fogod ezt kivinni kaja nélkül? Na, ma most mondom, hogy hajtok egy disznót. valami tényleg. Illetve úgy van, hogy előtte kocsival végigmegyek a futópályán, ahol amerre fogok futni, és különböző egységcsomagokat helyezek el 1 kilométerenként, és akkor ott már meg tudsz állni. Nem legyen az, hogy én geocachingelek neked arra, amerre te futsz. Jó. És minden ilyen geocaching ponton elrejtek neked egy szalonnát, berakok egy félszál kolbászt, ilyen dolgokat így geocachingelek neked. És akkor futsz az erdőbe, és mindig megtad az én kis geocachingot. Oké, csak az nem jó, mert ott meg kell állnom. Tehát nem tudok lefutni egyben egy órát. Hát nem rejtem el a ládát, csak kirakom oda, mint egy ilyen kis kincses láda. Lógass le a fáról, szájmagasságban nekem oldal sok, a szalonnál. És így letépen. Csak beleharapsz egy-egy sonkában. Letépen, és akkor már meg is vagyunk. Jó. És mit tegyek a ládába? Hát most beszéltük meg, sonka, kolbász, tepertő. Szalonna, tepertő, az is jó. Elropogtatod. Nagyon fontos a helyes táplálkozás a futáshoz. Na most na, hallod, tényleg hagyjad. Nekiállsz, nekem itt most, mindenféle ilyen, nem tudom, zapkásákkal jönni meg te, na, akik egyébként így van. Ízekre szedted a Gábor csütörtökön, hogy most zabnyákot fogsz itt nekem enni, meg nem tudom, diókrémet. Már hívtad? Már beszéltem, hogy milyen olyan dolgokat tud javasolni, ami segíteni az én sportkarrieremet. Hát... Nagyon jó, tényleg egy csomó, még például technikailag téged is tudna érdekelni. A cipővásárlás az maga a csoda. Az maga a csoda, mert azt mondták, hogy a jó futócipő a legfontosabb. Elmész, és van egy ilyen üveglap, amire ráállsz, és hőtérképet rajzol a lábadról. És megmondja, hogy milyen cipő kell hogy neked? Kifelé dőlsz, befelé dőlsz, van-e ilyen haráncsüllyedésed, milyen dolgod van. És akkor ahhoz képest ad cipőt? Ahhoz képest adnak cipőt, jó helyen. Majd jön az a rész, ami a megaláztatás maga. Ugyanis ugye odamész valahova, hogy bementem a bótba, mondtam, hogy eljött a pillanat, én vagyok az. Többen befordultak a pult alá röhögésükbe, ezt a testet. Eltakarták a szemüket, és az arcukat. Biztos, hogy a testet nem lehet megmozdítani, de mondtam, hogy elhatározás van, tehát kell egy jó cipő. Ráállsz erre a kis lapra, berajzolja a hőtérképet, és utána jön a megaláztatás, mert a bolt előtt van egy 10 méter hosszú folyosó, amin azt mondják neked, hogy fuss. Mondom, itt. Át kell milyen röntgenkép előtt? Ilyen, nem, hanem letérdel a csávó, és elkezdi nézni, hogy te hogy futsz. Aha, hogy nem lehet, hogy nagyon szivattak, Feri. Összeletek hárman. Figyelj, Feri, fuss! Most fog meg a bokáid, úgy fussál. Igen, Feri, most akkor négy ütemű fekvőtában egy boltban kellett nyomorúságosban, zokniban futnod. Nagyon cumira tettek téged. Én is Feri, fussál már 10 métert. Itt a bolt. Minek?
Nem, majd utána legyárt neked egy olyan cipőt? Én mondtam, hogy én nem tudok 10 métert futni, tehát hogy kezdjük azzal, hogy ez nem úgy van, hogy lefutom a 10 métert, és többször kellett oda-vissza, és ott googolt az egyik csávó, és nézte a lábat. Nem, szerintem nem akart elhinni, hogy, hogy biztos, hogy te vagy-e. Hogy ezt a meg tudja mozdítani ezt a testet. És volt 10 méter nem. Után első segéddoboz, meg újraélesztés? Tehát volt ilyen. Mondtam, hogy ott lefeküdnék egy kicsit. Feri, pussál le 10 méter, de ne aggódj, ott van a 10 méter végén a Györfi, meg az újraélesztő ládájával, és azonnal tud nyilatkozni, hogy semmi komoly. Már dörzsölték a tappancsokat, igen, hogy baj lenne. Kiütötték az újraélesztő. Na és akkor lefutottad a 10 métert? Hát meg ezt nem egyszer, vagy négyszer kellett. És mondtam, hogy figyelj, legalább 40 mondtam, méter. Hogy még nem futok, tehát hogy most akarom elkezdeni, tehát hogy ne szórakozzál, nem bírok többet. És mondta, hogy na még egyet, hogy ő meg tudja nézni, hogy hogy teszed a kis lábacskáidat, és akkor arra adnak cipőt. Nagyon jó. És akkor most készül a cipőd? Vagy nem, most... nem kell csináltatni, ezek így van. Ja, hogy az már meg is mondja, igen, hogy kifelé dől, és merre dőlsz, mi van? Sem erre, ilyen lábam van. Olyan bolt az attal, érted, hogy megőrülsz. Hát pedig nem használtad szinte semmit. Hát miért dőlne jobbra vagy balra? Tehát olyan vagy, mint a 9 lyuk ujjid, csak boltozatok vannak a lábadban? Egy fél mangalica család be tud költözni a boltozatom alá akkora. Olyan. És akkor lefutottad ezt a 10x4 métert, vagy ezt 4x10 métert, leültél, gyorsan rágyújtottál. Hozzatok valamit inni, egy jó cigit azoknak. Gyorsan elszívtál egy jó cigarettát. Illetve ha van egy fröccsötök, akkor azt is elfogyasztanám szívesen. És ott jött, hogy kihordtak ilyen mindenféle csukákat, és akkor amelyik kényelmes, mondtam, hogy szerintem az. És mondtuk, hogy jó, akkor az legyen, úgyhogy így kezdődik a dolog. Tehát, hogy van egy ilyen technikai része, mert azt tudom, hogy téged az érdekel, inspirál. Csak azért, hogy téged is bevonjunk, és legközelebb már hárman tudjunk elfutni. Hova? Mit tudom én? És mikor jön az alkoholmentes sör, meg a gumidő? Tehát, hogy ez mikor tendálsz-e fel, ígyunk valamit, Ferikém? Ígyunk valamit, de én csak alkoholmentes iszok, hiszen este még az 5K-val futnom kell egy 8 kilométert. Már a 10K-val még futnom kell. Szóval alkoholmentes sörnél is vagy már? Nem, sört már nem szoktam inni, és alkoholmentes bor meg nincs. Meg alkoholmentes pálinka sem. De sört azért tetted le, mert hogy... Nem, azt még 10 éve nem fogyasztok sörtem, valahogy nem. Már megnőttem, azt mondják, vagy kinőttem belőle. Tudom, hogy tudnál egyébként még többet futni, rájöttem. Kutyával a hátam. Nem. Mögött. Fogsz egy pecabotot, berakod ide magad mögé, kihúzod, és ide lelógatsz magad elé egy ilyen rohadt nagy szerránosonkát. Egy jó erős bötöt, belógatsz egy szerránosonkát, és azzal elkezdesz, soha nem éred utol. Na, tudod, mi egyre gyorsabban. Ha egyszer utol éred, akkor olyan vagy, mint az agár, hogy nem futsz többet. Aha. Minél gyorsabban futsz, annál jobban libeg ott előtted a szerránosonka. És annál jobban futok utána. És annál jobban futsz utána, és este a jutalmat ki megkaphatod azt a szerránosonkát. Na jó, de nem érem utol. Tehát nem hát a futás végén. Ja. Lehúzod a pecabotról, csak így belógatod magad elé. Én tudok alternatív, én edzelek szívesen. Csabit is edzettem. Milyen jól áll. Nézd meg, és azóta rákattant a fután. Igen, és azóta fut szegény, ő is. Jó, ezt kipróbálom ma. És egy egész sonkával kell, vagy csak elég egy szelet? Hát egy egészet ne lógassunk be, az túl nehéz. Az 15 kiló legalább. Az egy nagyobb darab. Milyen alternatív megoldásaid vannak még, ha véletlenül megtörne a lendületem? Hát, mennyit akarsz leadni? Még egy tízest? De nincs ilyen kiló határ. Hát de valamennyi, még egy tízes? Hát valamennyi csak be van lőve, nem? Nincs. Nem is mértem magam. Most az elején megmértem, meg most megmértem, és onnan tudom, hogy így lement a 14. Hát mit mondasz, mester? Most vagyok 109. Hát 100-ra menjél akkor le. Az jó. Aha. De 100 alatt már nem ember tud. Na, nem férfi. Meg nem csinál fiúgyereket, 100 alatt meg nem ember. Ja, ez a kettő. Igen. Na mindjárt, egy százas szerintem jó, az jó. Százas. Igen. De jól lenéz ki soha. Már most jól nézek. Ja. Hova? A vége az lesz, hogy a futás után még rá fog kattani valamilyen, hogy hívják rá, valamilyen testformára, testépítő történetre is. Nem és fogok. Utána pedig ilyen két év múlva úgy beszél mindenki Rákóczi Feriről, mint a testformálás, a reforméletmód, a táplálkozás, az új edzésmódszerek, a pápáról. 45 éves, már nem lehet megcsinálni. Igen, sohasem késő ez lesz. Igen. Ez lesz a szlogen. Ide valaki, hogy add fel Balázs, Ferit elveszítettük. Az a baj, hogy én is így érzem, nem sokára Norbival fog reklámozni szénhidrát csökkentett update Pálaszt. Hát ott lesz. Szénhidrát csökkentett. Szénhidrát csökkentett. Azért lesz jó, hogy összeállsz a Norbival, mert akkor kettőtök közül legalább valaki ki tudja mondani, hogy szénhidrát csökkentett. Tehát, hogy kell mellé valaki, aki fogja a kezét. Várjál, megpróbálom, szénhidrát csökkentett. Igen, legalább az egyik ötök ki tudja ezt mondani. A kedvenc szavát ráadásul.
Nem akarlak, nem akarlak meglátni a Norbi mellett. Nem akarom, hogy ilyen termékeket reklámoz. Nem akarom, hogy, update shirt így áll, és nem akarom, hogy, alkohol. Nem, nem akarlak végérvényesen elveszíteni, mert így se tudlak hova tenni, hogy ki vagy te valójában. Hol az a férfi, akit eddig ismertél? Hol van az a Feri, akivel én 6 évig dolgoztam? Mi ez a nem eszem, futok, lefogy? Ki ez az ember? De hát ez eszem! Ki vagy te? De ha most még meglátlak, hogy fogyókúrás reklámban vagy, akkor vége. Tehát az... Tényleg, akkor jön az alkoholmentes, a nősülés, és a végén már béka is gyanakodni fog. Igen. Nem csak mi állhat itt a háttérben? Mi van lehet itt? Mögött? Ki lehet itt? Igen, a kapuzánál. Ferit a hátra vezény szóval indítja. Miért? Vagy hogy? Hogy? Hátra? Nem értem, ezt nem teljesen értem. Melyik ez az applikáció? Kedvet kaptam a futáshoz, Zsani kérdezi. 10K vagy 4K? Vagy 5K. 5K, 10K, 21K. Ez ugye a lényege, hogy tulajdonképpen nulláról 10-ig, 10 kilométerig az embert feledzi. Így van, vagy 5-ig. Felhozza. Attól függ, hogy melyik, de érdemesebb a 10-et letölteni, mert az fizetős, mondjuk ilyen 1,5 euró vagy 2, tehát mondjuk 500 forintot fizetsz érte, de ha már letöltöd, akkor csináld a nagyobbat. Azt is abban lehet a felénél hagyni. Azért googolt a csávó a boltban, mert a röhögéstől görcsölt a hasa. Igen. Ezt fék. Volt arra, hogy egyébként kicsit félrefordultak, mikor megjelentem. Igen. Kérdezték, hogy a Janinak viszek-e valamit. Igen. Szia Feri, üdv az eladó a cipőboltból. Na látod, ő is. Tényleg, nagyon drága vagy. Hát soha nem felejtik el azt a napot. Működik, köszi. Jó vagyok. Igen. Azt mondja, hogy tessék, látod, így itt írja a hallgató. Feri, mindig így kezdődik. Először csak egy kis futás, aztán jön az alkoholmentes sör, bukólámpás autó. Az már van. Nem? Bukólámpás. De jó. Már nem csukódik le. Sose csukódott. Mi olyat elhozott, mi nem már csinálunk. Már úgy vettek, hogy nem csukódik. Aztán mondták, hogy egy kis hiba van. Két fogpiszkáló van. Adtám azt, hogy ne. Bukólámpás autó és guminő. Gondold át, írja egy hallgató. Melyik a bukólámpa? Mi lehet az? Japán. A bukólámpa az Mazda. Ugye hát a Mazdákon, a régi Hondákon, ugye, ami ugye följön a lámpa. Igen. Hondákon is van ez a bukólámpa. Jaj, basszus, értettem egy autós kérdéshez. Mi van? Te se vagy már. Te meg honnan tudod, mi az a bukólámpa? Mi lett a műsorban leosztott szerepekkel? Mi lett a karakterekkel? Mi ez a nagy összefolyás, hogy te fogyókúrázol, te meg tudod, mi az a bukólámpa? Az a baj, hogy Ákos annyira magasra tette a lécet, hogy ez már ránk is hatással. De nem tudhatod, hogy mi a bukólámpa. Tényleg. Te egy BKV-val járó kis lőriciproli gyerek vagy, aki nem öltözködhet fel divatosan. Nem lehet rajta divatos, tudsz, nem tudhatod, hogy mi az a bukólámpa. Csak a várak érdekelhetnek és a cugrás sütemények. Én nem lehetek szerény és jófej. Feri, te nem fogyok urász, ez nem folyhatnak össze a szerepek. Minden hallgatónak meg kell találni azt, akivel tud azonosulni. Ha te tudod, mi az a bukólámpa, én egyszer szerény leszek, és a Feri elkezd fogyok urázni. Kivel azonosul a hallgató? Hát összekeveredik. Nem tudhatod, mi az a bukólámpa. Nem ez a te szereped. Te azt tudhatod, mikor jön az 59-es villamos este 11-kor. Ennyi. Mondjuk azt mondom. És hogy fűtenek-e a BKV buszon, vagy nem? Ha hazamegyek, csak süti recepteket, városkönyveket és pornó oldalakat nézek. Illetve leértékeléseket keresel, és mindenféle kuponokat. Engem keresnek, hogy mondjam meg, hogy hol vannak a legjobb akciók. Igen. Feri, ezután egy lépés már csak a Music FM. Igen. Sziasztok, meg tudjátok mondani, hol van a Karolina? Valaki azt írja, hogy ne bártsatok a fitness pápát. Viktor, hol ilyes vagy? Úristen, igen. Pápa. Igen, a lánygyermek azért nem számít, mert az nem tud gyereket csinálni, csak a fiú. Hát még, én úgy tudtam, hogy kell hozzá egy nő meg egy férfi. Tehát csinálni valóban nem, így a hacsinálás az a csípő mozdulat, amit a férfi elvégez, igen. De egyébként egyedül a férfi nem sokat tud kezdeni. Igen, csapogunk itt a témák között, de akarom, hogy legyenek hallgatói reakciók is, hiszen írtak már nekünk, azért szemezgetek ebből. Balázs, ne kezd semmi műsorba, Charlie a majom újra képernyőn. Minden nap az M1-en 18:30-kor. Láttam, mikor vízilabdát néztem, akkor előtte ott volt a promója, hogy Charlie a majom, és nagyon szorongani kezdtem. Igen. Nem, valószínűleg az lehetett, hogy ugye tőlük is kaptál egy ajánlatot, nem fogadtad el, akkor gondolták, akkor meg kell találnunk azt, akivel legyomaj. És Charlie a majom szerződést kapott az MTV által. Igen. Szia Jani, minden okos ember első fia lány. Na, ez tenki van. Na, ez jó. Igen. Első fia lány. Akkor én kemény vagyok, 3 fiam van.
írja egy hallgató. Jól van. Ákos, jó reggelt, hello. Jó reggelt. Mi újság van? Meg vagyok, köszönöm meg szépen. Vagy? Nagyon örülök ennek a kis felvezetőnek reggel. Egyszerűen elmondom, hogy végre kisüt a nap, és már is szerettek. Látod? Hozod itt a jó híreket, azonnal, annyira hiteles azonnal kedvelünk, így van. Oké, okay, hogy állunk játékkal? Hát oda egy. Igen? 0-1. Belefér még hétfőn, nem? Persze, még van 4 nap, hogy javítsunk. Majd a fitness pápa most játszik egyet. A fitness guru visszavág, gyerekek. Jó, lehet jelentkezni játékra, drága Morning Show hallgatók, nyugodtan SMS-ben arcoskodva, bántva minket, beleöntve egy-egy SMS-be mindenféle frusztrációtokat nyugodtan irányunkban, kihívni bármelyikünket játékra. Jó, jönnek a legfrissebb hírek, aztán jövünk a játékkal mi is. Morning Show! Klassz FM-en. 10 perc van pontosan, 7 óra, jó reggelt. Kívánunk minden Morning Show hallgatónak, M6 nagy a köd, és ezt SMS-ben kaptuk valamit az M2-es Gödi felhajtójánál, Budapest felé Trafipax, forgalom a szemben, forgalomtól elzárt területről, írta nekünk Elzombi. Elzombi. Jó név. Igen, jó név. Na, állítólag megvan a játékos, jó? Úgyhogy megnézzük, kivel játszunk ma. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello, szia. Timi, Timi, hello, mi újság? Igen, hello. Honnan hívtál minket? Tiszafüred. Ó, hát most ott se tudtok nagyon mit csinálni, nem? Hát nem. Nem nagyon, rossz idő van. Egyébként dolgozol, vagy Szabin vagy, vagy tanulsz? Holnaptól leszek szabadságom, amíg dolgozok. Ó, pont most vetted ki a heti Szabidat? Igen. Ilyen az én szerencsém. Mennyi időre mész Szabira? Egy hét. Egy hétre. Így jó, van. Hát a kedszerd, a csütörtök még nem annyira, de péntektől már jó időt mondanak, úgyhogy... Remélem. Igen. Így van. És ha Ákos azt mondta, akkor az is lesz. Bizony. Figyelj, elutaztok valahova, vagy itthon leszel Magyarországon? Itt maradunk. Hajdú Szobosztóra tervezünk egy utat majd, mert ott még nem voltunk. Aha. Hát messzire nem mentek. Nem. De jó helyre. De az egy jó kis hely, igen. Igen. Na jól van. Oké, okay. Kivel szeretné játszani, Timi? Veled, Balázs. Oh. Milyen megfontolásból? Szeretnék majd kérdezni valamit. Na, ó, itt szeretem, mikor egy nő határozott kérdéssel áll elő. Igen. Mindig valami nagyon izgalmas. Négy szemétek. Személyes az apartman, Hajdúszoboszlón, és csak hárman maradtok. Igen, három csaj. Igen, eljönnél a negyediknek. Na jól van, megnézzük, kíváncsiuk mi a kérdés. Jó, Timi, mehetünk? Igen. Jani? 3, 2, 1, fire! Na, Timi, szeretnél kérdezni? Jól hallottam? Szeretnék. Figyelek. A tiéd vagyok. Szerinted Elmiki most mit csinálhat? Elmiki mit csinál? Ez egy nagyon jó kérdés. Megmutassam, hogy mit csinál? Szeretném. Hát figyelj, Elmiki csak bulizik. Köszönöm szépen. Szereted egyébként? Hát, hallgatom. Figyelj, én megnéztem a neten, és kiderült, hogy rengeteg száma van Elmikinek. Valóban, mi csak ezt nyomjuk, de rengeteg dala van. Miki nagyon, nagyon híres. Milyen zenét hallgatsz még egyébként? Rock zene? Na, akkor te a Janival. Janival találod meg, vagy találnád meg a közös hangot. Azon belül micsoda? Ród, Oszián, Alhana, Aurora. A Ród az egy magyar zenekar, ugye? Magyarok. Uh-huh. Majd lesz koncert Tiszafüreden. Tényleg? Azt várjuk nagyon. Mikor? 18. Szépen végigbeszéltel egyébként, Balázs. Igen. Ród koncert lesz tényleg? Lesz bizony. Uh-huh. Igen. Jól van, Timi. Ez megadható szerintem. Megadható. Köszönöm szépen. Mit mondtok? Hát nem pörgött, de gyakorlatilag igen. Határeset. Igen. Persze, nem volt gond. Meg a Timinek habitusából ez adódik. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy olyan kimértebb egy picit. Igen. Aha. Ahogy szoktam volt mondani, a passzivitáshoz kevesebb kell. Jó, úgyhogy megvan az ajándékcsomag. Gratulálunk neked! Ügyes vagy! Sziasztok! Na, már le is rázol?
Ennyi volt? Ja, nem. Aha, megvan a csomag? Ennyi. Kizsákmányoltál minket? Már mész is. Kik vannak ott körülötted? Jönnek ki az emberek, dolgozó. Mit csináltok? Recepciós vagyok. Ó, milyen cég ez? Nem mondom meg. Na, na milyen nem? Titok? Nem szeretném. De egy hotel? Nem, nem, nem. Tehát ez egy gyár, ahol te vagy a recepció? Feri, még ezt mondom, nem szeretnék. Na jó, hát csak belül, nem visszafűred, érted? Akkor már közelebb vagyunk. Hát, ha. Mi az oka, hogy egyébként Pesten dolgozom, de visszafüredi vagyok. Csak nem szeretek itt lenni Pesten. És most Pesten vagy? Még igen, sajnos. Tudom, hogy az elején azt mondtam, hogy visszafüred, csak mert azt szeretném, hogy... azt mondjuk. Népszerűsített Tiszafüredet. Igazad is van. Én már semmit nem értek. Én például nem is megyek majd Tiszafüredre az elkövetkezendő 10 évben. Timi, aki Tiszafüreden dolgozik, de Pesten van, de Pesten dolgozik, de mégis egy recepción van, ami nem Tiszafüreden van, hanem Pesten. Aha. Azt lehet igazmondással vádolni? Nagyon, nagyon az összekavartál minket. De nincs is ebben ennyi. Timi, köszi. Köszönöm. Ciao, küldjük az elvégcsomagot. Nagy mószerolás van az SMS falon, csak mondom. Komolyan? Nagyon nagy mószerolás. Kit, engem? Nem. Hát engem is szoktak. Hát szoktak, de most vannak sólyom szemek, akik ott ülnek a telefon előtt, vagy a rádió előtt, és hallgatják. Úgyhogy, mit írnak? Nézem. Hogy kimondta a csaj? Igen. Igen, rockzene után kimondta. Mm-hmm. Egyikünk se hallotta, de majd Anna elment. Nem tűnt fel. De én nem is írjlem tőle a Megkérdezted, hogy egyébként milyen zenét szeretsz, és akkor azt mondta, hogy rock zenét. Anna, kikérünk egy challenge-et, jó? Két challenge. Mr. Balázs. A hét első a set végéig két challenge remains. Two challenge, please. Jó, kikérjük, meghallgatjuk, gyerekek. Hát ha ezen múlik. Én szerintem, én nem hallottam, én de én ugye benne vagyok a játékban, ti nem vettétek észre, viszont sólyom szemeink kiszúrták, úgyhogy simán lehet. Hát aki mondta, azonnal elvesszük. Megkeressük. Könyörtelenül. Igen, akkor könyörtelenül leszámolunk vele. Igen. Nagyon sokan írják, ebben lehet valami. M7-es Budapest előtt a kanyarban a szalagkorláton egy kocsi. Ontatlon. Ez most ékezet nélkül jött, vagy ez a neve, hogy Ontatlon. Ő azt írja, hogy Budapest felé a 13-as kilométernél baleset van. Igen. Köszönjük szépen. M2-es Gödi felhajtó Budapest felé van egy trafiforgalom, a szembeforgalomtól elzárt területről. Ezt el zombi küldte nekünk. 4 perc múlva 7 óra, jövünk a hírek után. 7 óra múlva pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága Morning Show hallgatók. Itt vagyunk, az idő borús, a hangulatunk jó. De. A már az első vonatkozik a de. Igen, már hogy lesz jobb, arra gondolsz? Pénteken ez már erőteljesen meg fog változni, ez a rossz időjárás, mert hogy jó időjárás lesz, és Balaton lelén a napfény strandon, pontosabban a napfény strand előtt fogunk várni benneteket. Igen. Kérdés, a Konténer stúdióban. Igen, a nevében benne van-e valóban az, amit jelent, hogy napfény strand, hát lehet, hogy ez egy ritka kivétel lesz. Igazából, de meglátjuk, bízunk benne, hogy a nevében ott van az, amilyen idő lesz, majd napfény strand, ugye Balaton lelle, mi a strand előtt, a szerencsésebbekben a strandon. Mi beengedjük, rajtunk keresztül áramlik majd be a tömeg a strandra, mi vagyunk egy szűrő állomás. Meghosszabbított nyitvatartás lesz egyébként a strandon, a megszokottakhoz képest, és egyébként tavaly nagyon-nagyon jó bulit csinált a Hooligans, és még egy nagyon jó műsort csináltunk, bocs. Igen. Tavaly, igen, emlékszem lele. Nem ott voltam, felhívtuk a köztársasági elnöknek a szóvivőjét, hogy adjon a köztársasági urat. A mentelmi jogot a kispockinak. Pontosan. És nyilatkozott a köztársasági elnöknek a sajtóson, nagyon igen, jó fej volt egy csaj, volt. Hogy hát most nem tudja kapcsolni, mert hogy éppen Lengyelországban van, de hogy mentelmi jogot a kispockinak, és védjék meg, és ne ítéljék halálra, és mentsék meg. Így van, és mi rögtön azt gondoltuk, hogy már emiatt van kint. Így van, hogy elébe ment a dolgoknak. Igen. Ugye? Te jó volt. Igen, köztársasági hogy... elnöki hivatali úr. Azóta mi lehet nem, nem mentem jogot. Kegyelmet kértünk neki. Igen, kegyelmet. Igen, ne végezzék ki, nem mentelmi jogot. Hát vagy mentelmi jogot Varsóban. Igen, mentelmi jogot Varsóban. Nem, kegyelmet kértünk neki, hogy ne végezzék ki. Az mi? Ott volt. Ott volt a napfény Sandon, és aztán ugye a szóvőt elértük, és nagyon jó arcot bejelentkezett adásban, nem emlékszem sajnos a nevére, de haragudjon, de egy nagyon helyes csaj volt. És elmondta, hogy Lengyelországban tárgyal éppen a köztársasági elnök úr.
De hogy megpróbál vele beszélni, de nem ígéri, hogy kegyelmet tud kapni a kis poszki, és hát nem is kapott el egy hét múlva bedarálták. Beledarál, vajon is mi lehet vele? Hát most már hol vannak a darabjai? De újra éled, de csomó mindenben visszajöhet hozzád. Igen. Lehet, hogy ez a mikrofonálvány, ez abból van. Igen, ő megy vonatra tették még ott, és ment ki egy olaszországi kohóba, ahol összeöntik, és valószínű valami gyártanak belőle. Nem tudom. Az új Terminátorok, egy csípét, vagy valami lett a kis poszka. Ő már nem abban a halmaz állapotban van. Vagy stadion elemeket. Lehet, hogy itt van mellettünk. Lehet, hogy ide építették be. Az is lehet egyébként. Igen. Na mindegy, szóval visszatérve a lényeg, hogy Balaton Lellén vagyunk augusztus 1-én pénteken. Az az utolsó előtti állomás, ahol még találkozhattok velünk, aztán Debrecen, és utána sokáig nem is megyünk majd sehova. Úgyhogy a lelléiek és a debreceniek még találkozhatnak velünk, illetve mi is veletek, meg egy csomó mindenkivel. M2-esen elhajtott a trafi, küldi nekünk egy hallgató, elüldöztük a lesifotós trafist, aki elbújt, és azt hitte, hogy el tud bújni. A francba, leleplezték, igen, hallgatott minket, hallott, hogy bemondtuk, úgyhogy arrébb is ment. A 13-as kilométernél van egy baleset az M7-esen Budapest felé, és igen, az M2-es Gödi felhajtójánál bújt el a trafi forgalommal szemben, forgalomtól elzárt területről, nem állt jó helyen. Gyerek, nem állt jó helyen, nem. Én megértem, hát, hogyha nem. Bemondjuk, akkor... Kezdő volt. Akkor arrébb ment. Igen, igen. Azt kérdezi egy hallgatónk SMS-ben, hogy... Hello Balázs, régen hallottunk már Pistoriosról. Már rég álltál elő valami összeesküvés elmélete. Nagyon várom. Üdv a kecske szívó. Majd beszélünk. Hogy? Hogy hívják? Üdv a kecske szívó. Majd beszélünk. Jó, majd beszélünk. Pistorius ügyel, mi a helyzet? Uh-huh. Az zajlik még, nem? Ott zajlik, igen. Éppen, a hülye éppen verekedett egy diszkóban most, nem olyan régen. Mert hogy... Hogy múljon az idő. Igen, elment egy szórakozó helyre, ahol találkozott az ő nagy riválisával, és elkezdett verekedni, majd még kicsit szitta az ország elnökét is, Jakob Zumát. Jakob Zuma. Az ország elnöke. És aztán ott még kicsit lögdösödtek, aztán Pistorius elment, meglehetősen agresszívan viselkedett. Benne volt a bunyóban valamelyik Omega tag? Hát a Benkőt látták a háttérben birkozni egy afroamerikai lányra birkozott a bárpulton. Úgyhogy ez a helyzet. Egyelőre zajlik a per, most megállapította egyébként a pszichológus, hogy skizoid a csávó. Tehát, hogy kettő személyisége van, egyrészt van a nagyon magabiztos Pistorius, aki 1,84 a műlábakkal együtt, és olimpikon és sportoló, és nagyon magabiztos, meg van az 1,50 magas, önbizalomhiányos, kicsi védtelen Pistorius, és ez a két személyiség folyamatosan változik benne, de nem áll túl jól a színája. Ez is nagyon tetszik, ez a szakértői vélemény, és hogy ezt így össze tudták hozni ennyi hónap alatt. Ez egy picit olyan, mint a malágép kapcsán kijött szakértői vélemény. Egy rakéta becsapódása okoz. Nem, ezt most azért állapították meg, mert elküldték egy hónapos ilyen kis továbbképző táborba, egy klinikára, ahol rengeteg doki foglalkozott vele, és ott állapították meg, hogy tudathasadása van. De ez nem felmentő, ugye? Nem, és ezért valószínű az agresszívebb jött elő aznap este, úgyhogy egyre rosszabbul áll a Pistoriusnak a színája. Szerintem megy. Bőribe megy, illetve napvilágot látott egy videó, ahol ő eljátszotta a tárgyaláson, hogy ölte meg a barátnőjét. Tehát ezt eljátszották vele. És az egész videó egyébként valahogy kiszivárgott, ez több ausztrál, meg angol csatorna is átvette, és ott látható, hogy ő hogy játszott el azon a tárgyaláson. Illetve pontosabban talán lehet, hogy a lakásába vitték vissza, és ott a helyszínen rögzítették azt a videót, ahogy neki el kellett játszani, és megmutatta elvileg, hogy nem volt ez valójában gyilkosság. Úgyhogy most itt tart az ügy, tanúkat hallgatnak meg, de a szakértők azt mondják, hogy ez elúszott. Aha. Meg hát azért itt közben verekedsz egy diszkóban, nem túl szerető. Igen, még ha csak egy ilyen kis lögdösödés is volt igazából. Na. Szerintem elég tartalmasan válaszolva a kecske szívó kérdésére. Gyerekek, egy ilyen hallgató kérdésére, akinek az nem egy kecske szívó, nem merek, nem? És azt is, hogy majd hívlak. Tudod, az mondat is, igen. Majd hívlak. Igen. Na, viszont... Hagyományos vagy gépi? A kecske szívó? Igen, a szívás. Hát reménykedem. Én tökre kíváncsi lennék rá. Mert hogy csak azért mondom, mert hogy alapvetően emlékeim szerint egy kecskének a tőgyén 4 csecs van. Tehát, ha éppenséggel arra járunk... Én remélem, hogy már beszereztek valami gépet. Most magasra nem a hangsúlyt. Akarom. Nem. Vannak dolgok, amiket nem akarok kipróbálni. Mi pénzért? Mi pénzért szívnék le egy kecskét? Már hogy érted, hogy tejet belőlem? Vifil peso. Mennyi az a pénz? Na, mennyi az a pénz? Mennyi az a pénz? Mit kell csinálni? A kecske csecset bekapni és leszívni. Így van.
a tejet belőle. És utána pedig egy kis pohárba öríteni bizonyítékképpen. 30 000. Na! Hogy azon 30 ezer megcsinálnál? Hát ebben semmi udarító nincs. Hát egy kecske csecset azért mégiscsak a szádba veszel. Én 1 milláért. Ne viccelj már! 1 milláért szívnék le egy nagyon kecskét. Drága vagy, 1 millióért. 1 millió. Hát ez nagyon sok. Hogy mondtam, meg kicsit tudom mondani. 1 millióért. Számlát adsz róla? Szénre. Az nem annyi, te figyelj, kecske tej jön belőle. Tehát ez nem egy... Na ne hülyéskedj, írás, hogy egy fáradt olaj. annyira nem gusztustalan. Tehát, hogy ez nem. Tudok olyat mondani, mert valójában elgondolkozol. Na jó, de várjál, a kecske, de azért ez egy melós dolog, mert én már láttam, hát szívod, de valamikor be kell szorítani a kecskét egy olyan helyre, ahonnan nem tud elmenni a kecske, csak annak engedő, hogy megfejjék, akivel olyan viszonyban van. Tehát ott ki kell alakítani egy kapcsolatot egymás közt, vagy átszázni kell magad, az is úgy oda szaladni, mint hogy a kis gida lennél. Oda szaladsz pici kis remegő lábakkal, rázod a kis farkadat. Szerintem, de ezt túl gondolod. Megvan, mint két ember megfogja a kecskét és megfordítja, nem kell neked oda menni. Balázs nem gondolja túl, mert ő 30-ért lesz hívrá. Azt meg annyink van, nem? De én nem mondtam, hogy 30-at fizetnék, ha összehoznád nekem. Nem 30-at kérnénk. Tessék, jön valaki, és azt mondja neked, hogy fájdalommentesen levágja a hüvelykujjadat. És az egyik kezeden 4 ujjad van, mennyi? Melyiket? Mennyi, amelyiket válsz, mennyi? Az rohadt fontos, új kis új inkább. Nem, hüvelykúj. Mennyi? Hüvelykúj. Hát az semmiért. Nem mond nekem, hogy valaki idejön 100 millió forint, és azt mondja, hogy viszem a hüvelykújat, itt van 100 millió forint, nem adod oda. Tessék, mennyi az ára? Egy az egyik a legfontosabb támasztó ujja. Mászásnak. Egy csomó mindent meg tudnék az ember tanulni. De a jobb megmarad, még tudsz fogni. Hát az is igaz. Na, hüvelykúj, oda a hüvelykúj, tessék, mennyi? Századhoz 100 millió? Mondjad, simán. Összeget. De? 100 milla. 100 milla. De most 100-ért miért nem adod? 100 millióért a hüvelykújjadat? Miért nem adod? Nincs semmi szükséged rá. Jobban állítólag még nagyon sok. De hogy írdalnál? Hogy írdalnál utána? Könnyökkel megfogom, a halat azt már másikkal tudom. Fia, nagyon fontos, hogy próbáljátok már kizárni a mozgásokból a hüvelykújjatokat. Rohadt nehéz. Nem is gondolod egyébként, hogy mennyi mindenhez kell. Tehát a WC-papír megfogásától kezdve a fogmosáson keresztül. Tehát nem is tudod átgondolni egyébként, hogy mennyi minden. De minden meg tudsz jelni egy kézzel. Tessék, 100 millió forint odaadnád? Persze. Hát nézd meg itt a papír, azt is föl lehet. Jó, mondjuk, ha van bidéd, akkor nem annyira. Igen. 100 millió hüvelykúj, nem? Sok pénzem 100 millió. 200. 200 millióért adnád oda a hüvelykújjadat. 200-ért, igen. Azt mondaná, annyit nem fizetek. 120 van összesen. Ez az utolsó. 150, te jössz. De nincs több hüvelykúj. Én nagyon sokszor játszom ilyet barátaimmal. Ha nincs több hüvelykúj. Hát én látom, is vágjátok. Srácok, oké, jó, buli, meg minden, meg... De hagyjuk abba ezt a játékot. Megézés, srácos, étvége, de nincs több hüvelykúj. 120 millióért nem adod a hüvelykújadat. Leszerveztetek valamit már, vagy miért? Nem is töltök ennyire ezzel. Az az összekatár, ahol mindig elgondolkozom. 150 millió. Minimum 150 egy hüvelykújért. A kis ujjamtól megválnék egy 100-asért. De kis ujjtól megválnék. Én 100-ért lehet, hogy odaadnám. 100 millió gyerekek azért, az nagyon-nagyon sok pénz. Nagyon sok. Szerintem egy csomó ember még kevesebbért is odaadná, és teljesen értető egyébként. Tessék, jön valaki, és azt mondja, hogy bal szem, egy tollal kiszúrom. Nem áll, Szadi, én csak azzal látom. Nem érzel fájdalmat. És hogy tinta is picceljen be a szemüreg. Nem érzel többet fájdalmat, de fizetek neked 400 millió forintot. Az egyik szemért? Hát figyelj, én a jobb oldalit szívesen odaadom, mert én azzal úgy se látok. Na de örökre egy ilyen Jack Sparrow, ilyen cucca. És képzeld, amikor reggel felkelsz, és befelé van fordulva a szemgolyod, és egy gyerek oda megy, hogy adjon egy puszit. De és alszom még így rám. 400 millióért egy szem, tessék. Simán. Nekem ez nem működik. Tehát, hogy na de örökre egy ilyen Jack Sparrow izébe kell járnod. Tök jó, legbogod. 500. Na most mi a különbség a 400 és az 500 között? Pont 100, de nem mindegy. Mit csinálsz már azzal a százassal? 500 ráadásul mi? Fél vakon. 500-ért odaadnád a fél szemedet. Az a baj, hogy 500, az nagyon sok. Nem, valószínű nem. Örökre. És akkor utána, hogy fogsz csajka, jó, mondjuk én nem, de mert hogy boldog család életet élek, de ahogy csajoznád, mindig csak a jobbos profil. Jaj, ne legyenek már illúzió. Hello, sziasztok, lányok. A csaj nem azért ül be, mert hogy nézel ki, hanem azért ül be, mert ott vagy egy punci mágnes 911-es Porsche-val, és azt mondod neki, hogy szia. Rámutatsz az agyasülésre, megütögeted, és azt mondod, hogy itt a punci mágnes. Hol? Itt az ülésen. És miért van annyira összetörve a bal oldala? Nem érdekes. Ne legyenek illúzióid. Vannak csajok, akiket nem zavar, hogy fél szemed van.
viszont ott ülsz egy Bentley Continental GT Cabrio-ban. Az a baj, hogy te az 50-es villamoson mennél fél szemmel. Persze. Tehát, hogy tehát, hogy nem, én hazavinném az 50-es villamoson, és utána pedig megmutatnám a garázsba a Porsche. Látod, kicsim, ebben nem fogsz bele. Zsírulj, még be sem tudtam indítani. Szóval 500-ért? 500-ért oda? Ott 500-ért? Ez fél milliárd forint. Hm? Fül? Fű, ez egy jó kérdés. Hát, az... Mennyi kilaudásodnék picit? De hogy nem leváltni, hanem mondjuk cakkosra. Van ez a szabászolló, tudjátok, ami ilyen cakkos. Ne. Mondjuk azzal, hogy végigvágni, és cakkos lenne mind a kettő. Ja, de várjál, azt utána meg lenöveszted a hajad, azért azt el tud tüntetni, 200. Én már nem tudom lenöveszteni. Az is igaz. 200. De altatásban zajlik a műtét. Fülenként? Tessék? Fülenként? Nem, mind a kettőt nem adom. A fél fülem... Hát á, most akkor, ha mind a kettőt, nehéz, 200 ha mind a kettőt megcsináltatod, az 400 a két fül, és akkor legalább szimmetrikus vagy. Hm. Most és ott tűz ilyen cakkos füle, mint valamilyen ilyen kis rakott szoknyának a vége. Igen. Hát most mi az jobb, hogy az mindenki azon vicc, hogy mi van, oda csukott a fotocella, vagy mit? Nem. Te mennyiért adnád a fél füledet, tessék? 50-ért. 50, de várj, jön valaki, és azt mondja, hogy Feri, diszkrét altatás, félfül, le, kész, semmi. Hogy 50, nincs is? Hogy nincs, meg. Hogy vége van? 50 mi nem áll? Hát most mi? Úgy sincs rá szükség. Nem. Csak az irányhallásban segít a kagyló. Elbizonytalanodná szerintem. Tehát itt lenne bal oldalon egy beöltözött sebésztím, és jobb oldalon egy táska 50 millióval. Nem tudom, hogy a sebésztímet választanád. 50 millió sok pénz. Az is. Tehát azért 50 millió. Te mennyire adnád a félfüledet, Jani? A félfülemet? Úgyhogy viszik így. Tehát, hogy nem tud lenöveszteni, marad jönnek, ez jönnek, viszik. Jönnek, viszik. És nem hozzá. És ne, soha többet nem hozzák vissza. Mennyi? Figyelj, 200. A fülem ez nem annyira zavaró. Hát akkor miért nem kérsz érte kevesebbet? Most a hüvelykujjat már odaadtad 120-ért. Nem a hüvelykujjamat, a kis ujjamat. Nem mindegy. Engem nem zavar. Én nem mondanám soha a fiúknak, hogy srácok, hüvelykujjat többet ne. Figyelj. Szerintem a fül nem annyira. Azt itt 100-asért odaadobnám. Aha. Egyik fül, meg vagyunk anyóval, másik fül, virágnak is jut. 100-as? 200-ból meg két fülemet odaadom. Na jó, csomagár, 180. Mind a két füledet odaadnád 180-ért. De a hallásomat az zavarja? Nem. Vagy befolyásolja? Nem, hogy hallásod nincs. Tehát nem fogod hallani, hogy merről szólnak. Jani, teszi! Hol? Hol vagy? Elszórakoz, rohadék. Itt vagyok. Rohadj meg. Anyádat, ha megtalállak. Itt vagyok, átad mögött. 180-ért odaadnád. 180-ért a két fülemet. 180 millió. Nem adnám oda. Nem, miért akkor inkább ne legyen 180 millió. Gattyán úr, Csányi úr! Hallották, ugye? Szerintem megér ennyit a poén. Figyelj, 180-ból a két fülemet. De optikailag, és nincs újra. De már nem tudom, nem, már nem használjuk semmire. Az első néhány hónapban még bele nyalt Móni, de azóta semmi. Szőrösödik a fül. Egyébként a idegesítő. Állandóan találok rajta egy ilyen hosszú szőrszálat. És akkor nincs szőrösödés. Na? Jó. Térd alatt egyik láb, 600 millió. Soha. 600 millió. Nem. Miért nem? Pisztori. 600. Na jó, tessék. Oké, térd alatt egyik láb, 800. 800 millió forintot valaki idén, és odaad egy táskát, és azt mondja, ennyit ér nekem az egyik lábad, a rosszabbik, a gyengébbik térd alatt. 800 millió. Az a baj, hogy félek mindig, amikor te bemondasz egy ilyet, hogy már megvan rá a fedezet. Egy milliárd. Egy milliárd? Egy milliárdért odaadom az egyik lábamat. Ne csinálj! Tértől lefelé. Nem mennem. Ha nem csinál, akkor 1 millió 2. Ha már te sem akarod. 1 milliárd? Valaki hoz 1 milliárdot egy táskában, és viheti a lábadat? Már tértől lefelé. Gondoljunk csak bele, 1 milliárd, az... Áj, nem tudom. Nem tudom. 1 milliárd, és semmire nincs gondot. Így van. Pénzügyileg. Hát futásnál de... bajba vagy, de... Hát. Bizony. Levennék, és aztán valahol szépen eltemetnék. És én az nem a kövön, hogy nem. Csonka én pici. Inkább... Mennyiért adnád? Semennyiért? Azt mondom, nem. Tehát ez 10 milliárd? Nem, azt mondom, nem. Nem? Az nem eladó. Mi nem ahol... eladó még de rajta? De figyelj, ahogy te focizol. Az úgyis mindegy. Te tulajdonképpen minden csak összefüggő. Bármit az összeg, bármit csak az összeg legyen meg? Tehát ha mindenre tudnak olyat mondani? Igen? Hát mindenki kacérkodik ezekkel a gondolatokkal. Én nagyon sokat gondolkozom ezen, csak egy viccből egyébként. Tehát mi megyünk egy hosszabb útra, barátom, és ezt játsszuk. Mit tudom, kisúj, tessék, 60. És akkor igen és vagy tartják nem. Is. Igen. Tessék, vágjon.
Tessék, Galambos Lajos. Egy hét nem fürdés Mennyire után... vágatnám le? Galambos Lajos egy hét nem fürdés után beleül az orrodba, tessék. 80. 80. De 80, és egy csak úgy tudsz levegőt venni. Így, és mit tudom én, De úgy írtad, hogy tajtékos szeleppel? Száz. Zsolcsi, azt mondja, hogy Janikám, nagyon szeretlek, szerettem a műsor, jó arcok vagytok. Ráülök az arcodra, száz. De mesztelenül vagy gatya? No, mesztelenül. Csak kijön, és azt mondja, találkozok, és ráül, és mesztelenül ráül az arcod, és utána száll, hoz egy bőröm, száz millió. Hogy lesz-e róla a HD videó, vagy sem. Ne, semmi, 100 millió. Egy percig ott ül az arcodon. Gyere, Lajos! Nem, százezer. Nem, 100 milliót mondtam. 100 milliót mondtam. Ja, 100 millió, simán. 100 millió él. Igen. Szed tőlem még pöröket is. Ja, nem 100 000? Nem. 100 millió él. 100 millió él. 100 millió, miért nem üljön rá? Hát. Még meg is fordulhat, mondok. 100 millió, ül, elolvassanak a újságot. Legény búcsú, ennél durva dolg is történt. Igen, ezt most fölélődtem, ezt most nem. Az a jó összeg, amikor mindig kísértésbe esel. Tehát az a jó, amikor pont úgy lövöd be az összeget, hogy nem tudod, hogy igen vagy nem. A 100 millióval most túlmentem. Túlmentem. 100 millió kétszer is, nem? Persze. Igen. Jó. Utána még rádul a smukkandor is, mondjuk egy 50-esért. Az már nem biztos. Nem, de a Lajos mondom, valahogy így. De nem, sehol nincs kint az orrod, semmi. Tehát teljesen teli beül. És csak úgy tudsz levegőt, hogy... És ezt a hangot adott ki egy óráig. Vagy egy órát ül. Nem, egy perc. De valamennyire azért csak tudjak vele kommunikálni, hogy... Hát, hogy mi van veled, amikor igen. Paskolod nagyon, igen. Akkor az Andor. Már szálljon le. Szerintem, de Lajos, hallott, picit szerintem most már túl mélyen vagyok. Szállj már le. Lajos, ez a bandulát? De most komolyan. Ja, hogy nagy dilemmák ezek igazából. Okay. Sokám az, amikor valaki megjelenik ennyi pénzre. Egy hónap közös turnébusz Pataki Attilával. Egy hónap összeköltözés Pataki Attilával? Na. Szerintem nagyon-nagyon sokat nevetnék. 50. Később. Az idegosztály. Együtt kell élned? Később az idegosztály. Igen. Tehát mindig mellette vagy. De mi jöttök, mentek, bevásároltak, és egy hónapig. 30 millió. És akkor ott kószáltam a tarlón, nem volt rajtam semmi, akkor már 5-5-szörre raboltak. Ufó, gyermekek nőttek. Pataki Attilával egy hónapig együtt élni. De mit kell csinálni? Este együtt fekszünk le. Egymás arcába ülünk. Vagy mi elbúcsúzunk egymástól, és reggel külön szobában alszunk, és egy hónapig együtt vagyunk. Igen, reggel föl kell, akkor téged is felébreszt. És meghallgatom az elméleteit, felébreszt, jogázunk együtt. Van, mentek ed a koncertre. Kicsit paraszkodik a devizahitel miatt. Gyerekek, ez nem annyira megterelő. Semmi, 30 millió. De minden reggel le kell vixolnod a fejét. 30 millió. Méti, mennyiért mennétek el a Patakival? Egy hónap folyamatos együtt, és 30 millió. Én fizetnék érte. Menj, mutat. Szerintem el tudjuk intézni. 30 millió, én nem vállalnám. Simán. Még kevesebb el is. Egy 20-asért. És mennyi jó sztorid van utána? Egy hónap ilyen belőle a morning show. Látod. Kuki működő képesség? Minden rendben, köszi. Na, azt például ki lehetne váltani pénzre? Semmennyivel. Semmi pénzért, mi? Semmiért? Mondjuk néha úgy érzem, hogy... Jön valaki, és azt mondja, hogy soha többet nem vagy képes szexre. Soha többet. Soha. De fizetek neked 3 milliárd forintot. Lerakok most itt egy táskában, hajót veszel, házat veszel, a lányod életében... De tudatilag hiányozni fog? Tehát, hogy a tudatomat... Nem ugyanez a tudat megmarad, de tudod, hogy soha többet nem vagy képes szexre nővel. Soha. Hát mindent senkivel akarni fogod. Senkivel. Megőrülni. 3 milliárd forintot adok neked, János. Most itt leteszek neked 3 milliárd forintot. De nem tudsz többet szexelni, nem vagy rá képes. Azt csinálsz egy nővel, amit akarsz, de nem vagy képes arra, hogy erektált állapotba kerüljél. Megmarad, tehát nem vesszük el a nemzőszerveidet, nem kasztrálunk. 3 milliárd forint. 3 milliárd forint, tessék. Hát, ugye? Mondjuk elég sok. Elég sokat kérdezik. Na most ez a jó összeg belövés, amikor úgy lövöd be, hogy basszus, nem tudod eldönteni egyértelműen. Hát elég sok tisztelendő úr van így, nem? És ők nem is kapnak érte túl jó pénzt. 3 milliárd forint, de ők aztán hátraviszik a kisfiúkat. Tehát, hogy azért nem biztos. Ők nem tudjuk, hogy mit csinálnak. Ez csak egy rossz indulatú. Hát igen, azért ez nem biztos. Tisztelet a kivételnek.
De hogy soha, te bizonyíthatóan soha többet nem leszel képes. Vagyis 3 milliárdért még van 10 rossz éved, utána már egyébként sem. Na jó, utána még igen. Mondjuk 15 éved. 3 milliárd. Tessék. Nem. Nem? 4? Nem. Szerintem nincs annyi pénz. 5? Nincs annyi pénz? Neked? 5 milliárdért. Hát már hova? Mi a... De most komolyan, tényleg ezt a kicsi jót is el akarjátok tőle. Nem akarjuk elvenni, csak adunk valamit. De kapsz érte valami nagyodőrnek? Nem, valószínűleg azt számom, hogy nem. Nem. Hát érted? Tele lennél pénzzel, jobbnál jobb nők jönnének így veled szembe. Használod a pénzt, és tudod, hogy hiába van pénzed, egyikkel se tudsz nagyon semmit csinálni. A vége, az nem kiváltható pénzzel. Te elgondolkozol rajta? Érted. 3 milliárdért? Hát azért úgy abból megvagy, nem? De jó, de minek a PMS Porsche, hogyha, érted, oda vonzod vele a pénzt, és nem tudod semmire használni. Azért van a Porsche, hogy mert mi a hangjáért. De a legtöbb Palinak azért van a Porsche, azért, hogy hát előbb-utóbb ugye szereti nyilván én sem szedem a roadstereket, tehát hogy nyilván egyszer nekem is lesz, de hogy... Hogy azért oda beüljön egy jó nő. Ezt nem? Ezt is gondolkodt, hogy hallják el otthon. Nem. Tudja, Viki, hogy kapuzárási pánikról van. Neked is tudják, mert mind a hárman kapuzárunk. Te fogyókúrázol, és tofut eszel, és futni jársz. Én így motorozni akarok. Hát kikérem magamnak. Nyomorúságos 40-esek lettünk abszolút. Na de? 3 milliárdért? Igen? Hát és akkor megvagy végig. Megvan a gyerek, megvan mindenki. Gyerekek nem. Nem. Ákos, 3 milliárdért? Mi az, amit mondjuk egyből nem lenne tudsz, változás? Amit 3-ból igen, nem? Tehát mondjuk 1 milliárdért is. Tehát Ákos jó, már 1 milliárdért is odaadnád. Értem, jó, hagyjuk, megszoroltál nekem 2 milliárdot. Nem ért, tehát ez a szex dolog, meg 1, meg 3 milliárd. Egyébként arra vigyázzatok, hogy van-e erről egy felmérés, hogy aki például megnyeri a lottót, az egy 3-4 éven belül eltapsolja a pénzt, mert nem tud vele mit kezdeni. Hát a pénz ugye analfabéták lottóznak, azok, akik soha nem volt pénzük, és nem is, ez bebizonyított tény, így van statisztikailag. Jó, de ez a lottó milliós könyvben van benne, mi meg most ugye a csonkolt milliomosok könyvről beszél. Sőt, hát a mínuszba mennek a lottónyertesek, az, hogy 3 milliárdból csinálnak adósságot. Akkor viszont ki kell fejleszteni más érzékeidet. Tehát, hogy... Egy nőnek az nem elég mi, hogy jobban érzed a jázmin illatát, vagy meg tudod különböztetni a fehér rózsát a jázmintól? Hát az ízlelő bimboi nem sérülnek. Nem tudok veled szexelni, de tégy próbára, mutass egy virágillatot, megmondom milyen, melyik virág. Hát az egy nőnek nagyon kevés. Hát elviszed randizni, beülteted a Porsche-ba, hazamentek. Hogy magyarázod el neki? De mit mondasz neki? Jött hát egy kicsi varázsló, nézd bele a páncérszekrényembe, itt van 3 milliárd, viszont nem vagyok képes szexre. Itt van 3 milliárd. Igen, aranyos vagy. Nézd el, ott egy Porsche, és ott is, és ott is, és ott is. És egy 458 Italia, és egy Bentley, igen, és egy Porsche 911 GT, viszont semmire nem vagyok képes. Nem, gyerekek, ezt nem. És mi az, amit igen, 3 milliárd. Gondoljatok vissza majd 20 év múlva, akkor se 3 milliárdotok nem lesz. Végighallgatom a következő írni. Na, se 3 milliárd, se a cerkben. 20 év múlva viszont már 3 milliárdotok se lesz, mert éltetek volna a varázslóval, se erekciótok. És verem majd a fejem a falba. El kellett volna fogadni. Miért nem fogadtam el a Bali ajánlatát? Most ha 55 vagyok és se erekció, se 3 milliárd, látod? Nem. Szerintetek van Bali, aki erre igen mond? Van. Igen? Jules 3 milliárd, de soha többet. Nem? Laci 3 milliárd, de soha többet? Nem? És képzeld, hogy tényleg másfél év múlva a hátul a nyári konyhába egy propán után palack robbanás, leviszi a fél lábamat, szakos lesz a fülem, és leszakítja a heréimet. És jössz be, és én azt mondom, hogy... Igen, és jössz be, én megmondom, mi van, Jani, elfogadtad a 600 milliárdot? Mit akarsz mondani? 3 milliárd, mi van? Na jó, van, letessétek, mert aztán küldjétek haza. Mi van, Jani, becsülgetett hozzád a kis varázsló? Elfogadtad a 600 milliót? Na mindegy, gyerekek. Érdekes dolog ez. Jó, kicsit eljátszottunk a gondolattal. Na. Jó van. Na. Hát akkor vissza a hétköznapokban, ahol mindkét füled megvan, Jani. Így van. Futni tudsz. Ülve is állok. Futni tudsz, és 50-esen utazol. 7:30 pontosan 5 perccel Óven bácsira, Berunénre lehet jelentkezni SFS-ben, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 lesz, pontosan 1 perc múlva. Hello mindenkinek. A fekete fehér igen nem játékunkat még nem zártuk le. És hát a helyzet az, hogy nem mondta ki a játékosunk. Nem mondta ki, meghallgattuk. Anna, mit mondott? Várja, megírtad nekem, hogy azt mondta, hogy
Nem mondott ki Timi semmit, írja Anna. Milyen zenét hallgat Timi? Rock, rock, zene inkább. És az inkább, ezt hallottátok sokan igennek. Az inkább szót hallották ugye a hallgatók igennek, úgyhogy megadtuk, és nem is veszük el tőle az ajándékcsomagot, nem mondta. Nem mondta az igent, ami már csak azért is fájó egy kicsit, mert hogy így viszont 2-0. 2-0 oda. Uh-huh. A hallgatóknak. Hogyha holnap kikapunk, így van, akkor viszont vége a hétnek. És akkor hoztak rajtunk egy kicsit. Hajjaj, hajjaj. Ahogy is a szerda az nagyon frusztrált. De így aztán meg pláne. Főleg, hogy igen, főleg, hogy kedv van, Jani. De így abszolút, a szerda nagyon. Mivel azt mondtátok, hogyha tegnap, vagy a holnapi napot is el fogjuk bukni, akkor értitek, nem baj, hogy ti is felültek a vonatra, amivel én jövök, most külön mentünk, de... Azt hittem már odaadtad a félfüledet 100 millió. Azt hittem már levágták a félfüledet 100 millióért. Szerda, mi van? Igen. Ja, hogy a szerda frusztrált. Aha, igen. Egyébként a hallgató kalkulálna, 2 millió hallgató 500 forintjával hamar összedobna Jani a lábadat. 2 millió hallgató, mindenki bead 500 forintot, már viszik is a lábadat, és megvan az összeg. Ezt Zoli. De csak másfél millió hallgatnak minket. De néhányan akkor mondjuk egy 1000-es dobnálok be. Igen, én többet beadok, ha ezen múlik. Azt is írják egyébként a hallgatók, hogy van most egy nagyon friss EU szabvány, ami szerint a kecskéknek, a nőstény kecskéknek két csecsük van. Az egy friss EU szabvány? Ezentúl, így van. Hát pont alá fértek ketten, vagy? Két csecsük van, mert én négyet mondtam, ugye, és a bakoknak pedig csak egy, de az sokkal nehezebb arra kényszeríteni, hogy... Hát az egy picit más játék, igen. Beállt a gyorsforgalmi befelé, üzeni nekünk András, és Érnél áll az M7-es befelé, katasztrófa. Ott mi történt? Vagy mi van az M7-esen? Már Érnél áll a sor? 13-as kilométer, az ugye beérjön. Igen, akkor nézem, mert azt elküldték, csak azoknak, akik most ott állnak, próbálok egy kicsit segíteni. Hát tényleg a 13-asnál volt valami. Ugye? De Bali rögtön megtalálja, hogy mi. És Bali be is mondja. 13-as kilométernél van egy baleset Budapest felé. Akkor tehát odáig kell eljutni. Most minden nap van valami az M7-esen. Hát front van. Igen. Igen, igen, igen. Jól van, Óven bácsival játszunk, jó? Már itt is van a játékosunk. Óven bácsi és Beunéd. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Berunéni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok, jó reggelt! Balázs vagyok Kőszegről. Hello, szia, Balázs! Te szép helyen laksz. Kőszeg, igen. Hallgattam a műsorotokat, és Balázs mondta, hogy benne lennél egy ilyen kecskeset csecsszopásban. Na! Nem, ez nem, challenge-et kikérni? Akár ki is fizetem meg ezt a 30 ezer forintot, ennyit megérne. Azt hittem, van kecskéd. Van kecskéd? Igen. Tehát ilyen hobbi szinten vannak nekem állataim, nem ebből élek. De hát most egy kicsit elszaporodtak, hogy kb. 50 darab van. De hogy hobbi szinten? Tehát, hogy csak úgy, egyszer csak jöttek, elkezdtek ott szaporodni, és akkor megtartottad őket? Van egy műhelyen, foglalkozok mással, és egyszer a gaz miatt gondoltam, rábeszéltek, hogy vegyek egyet. És azt szokták mondani, hogy aki egy kecskét vesz, az vagy fél éven belül eladja, vagy vesz hozzá. Hát én a vesz hozzá lettem. És akkor így lett 50-ed most már? Ez 50, így van. Tehát most ilyen hobbi. Hát most olyan értelem a hobbi, hogy én teljesen regisztrált kistermelő, stb. Vagyok. Árulok kecsketejet, sajtot, de hát lényeg az, hogy föl tudnám ajánlani neked. Választhatsz is, van 20 fejős kecském, tehát választhatsz, amelyik szimpatikus. Tehát van csecs. Van csecs bőven. Van választék csecsbe. Igen. Mindegyiknek van kettő, nem négy, kettő van nekik. Tudjuk, új EU szabály. Ja. Igen. Igen. Tehát elég, ha az egyiket. Jó, ne, hát figyelj, nem élek a lett, drága vagy, nem. Köszönöm. Majd figyelj, egyszer Kőszegen túrázunk a családdal, hát, akkor. Mert most pont lesz egy jó kis program, van egy ilyen, ha már ezt reklámnak nem tudom, dobhatom-e. Hát fizetős? Nem. Akkor nem. Mondjad. Hát egy ilyen hézét ostromnapok, tehát most minden, ahol van vár, ugye mindenhol van ostromnapok, vagy volt egy kis történelmi esemény. De Kőszegnek is volt egy történelmi eseménye, és most ezt az ostromnapokat üljük hétvégén. Szerintem egy tök jó betétszám lenne egyébként, hogy a Balázs ott megjelenne. És hölgyeim és uraim, a kartforgató után, a kézdobáló után. Én ilyen önkedett tűzoltó vagyok, és mi vagyunk a törökök. Tehát minden évben mi állunk. De kellemetlen, mégis nem. A török táborban mindig az én kecskeim vannak állatsimogatóban. Hát ott mindjárt meg is lehetne ejteni, és szerintem ez nagyon látványos lenne. Nagyon jól hangzik. Balázs lenne a bátor magyar végvári vitéz, aki a török kecskéket
Az a baj. Így van, egyiket lerendezi. Igen. A kérdés, tudok-e róla számlát adni, mert utána a NAV azonnal megtalál, hogy igen, meg hogy ennek mi lehet. Igen, mi lehet a szívás. Ne, ezt meg tudnál esetleg magyarázni ezt a kecske szívás tételt? Mi lehet az eszély száma, igen. Hogyan? Igen? Nem értettem teljesen. 300 ezeres bevétel, ha NAV-nak hogy magyarázná meg, hogy az benne beírva a számla, vagy kecske szívás? Igen, az eszély számot nehéz lenne megmondani. Hát igen, tevékenységi körbe fölveted. Egyéb művészeti tevékenység. Egyéb művészeti tevékenység, és akkor ez már így biztos, hogy... Na jó, hangolás. A lényeg szerintem, hogy az adót befizes, nem? Tehát mindig az a lényeg. Egyébként abszolút. Neked ez egyre szórakoztató, Balázsnak viszont egyre kellemetlenebb, úgyhogy léci, játszunk. Fia, ha kőszegen vagyok, akkor fölhívlak, ígérem. Jó? Kicsit alálőttem ezzel a 30 ezerrel, úgy érzem. Mindig egy nullát hozzá kellett volna tenni. Hát egyébként igen. Tehát azért is kaptam rajta az alkalmunkat, hogy ennyit megértek, ennyit megértek. Picit alá mentem. Na mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj. Beru néni körmöt vág? Á, vagy valamilyen ugrik ki a néna. Igen. Vágják, vágják a fülét. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Igen. La, 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 la. Ajjaj. Hát ez valami nagyon... Hát ez nagyon gyenge nekem. Esetleg még egyszer, vagy nem tudom. Persze. Mutatjuk, figyelj. La la ta la 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 la. Hát ennyiből nem tudom. Régen ez nagy sláger volt. Azt hittem sztori jön. Régen. Messzi-messzi galaxisban. Mutatjuk még egyszer, figyelj. Vagy la la ta la 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 la. Nincs meg? Pedig elég jellegzetes kis dallam. Hosszabban? Vegyük ki a bögrét? Vegyünk hosszabban, ja. Föladod? Jó, kivettük a bögrét az ajándékcsomagból, figyelj! La la, ta la 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 la. Valami rémlik. Magyar előadó? Aha. Igen. Valami kis segítség, magyar előadó. Ne, az a baj, csak akkor tudunk segíteni, megmondjuk. Hallgass meg ja, még jó, egyszer, jó? Okay. Figyelj, figyelj. La la, ta la 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 la. Annyi, hogy tippelni tudnék, de csak az előadóra. Na, hát akkor az is jó, dalcím is jó, előadó is jó. Nem tudom, tehát ugye azért... Összeállt azért a játék. Hát, TNT? Nem vagy rossz helyen, igen, egyébként hasonló. Korszakban az. Korszakban a nagy diszkó korszak. Hát, így van, hát gyakoroltam én is úgymond ifjabb. Igen, na figyelj, mutatjuk. Soha nem értettem ezt a számot. Mert a tanulvíz játszotta. Hány nyári turnét nyomtunk végig? Hát előtt. Igen. Groove igen, House. Tehát, Groove most, House. Valami, az így valami beugrott be, de azért nem mondtam volna rá tukira. Groove House, igen. Ők vannak még? Nincsenek. Nincsenek. Szerintem nincsenek. Szerintem a Judy külön nyomja. Judy meg. Külön? Külön van? Úgy emlékszem. Ha, Groove House lett volna. Balázs, hát sajnos. Groove House. Igen. Hát, jó. Ennyi sajnos, mindegy, nem probléma. De legalább ez a téma azért az nem lett volna rossz, kár, hogy nem vállalod be. Igen, kicsit ráfűztél erre, úgy érzem, hogy megragadtál ennél, hogy mindegy az ajándékcsomag, mindegy, csak menjek kőszegre. Balázs, köszi a játékot. Hát nem lett volna rossz reklámnak, így van. Ciao. Ó, jó stromot, idén győzzetek. Igen. Jó, hát ez nehéz lesz, a történelmet nem írhatjuk át sajnos. Köszi a játékot, ciao. Picit ráfűzött erre, nem? Tehát, igen, hogy ezt igen. Félig hát viccesen mondta, de hogy konkrétan ő most, ha elindultam volna fekvőségre, már ezt láttam maga előtt. Ugye? Ott lett volna kiképzítve. Kőszegi várjátékok nagy fellépője vagyok. Oda lehet volna szépen készíteni egymásból az összes bankjegy. Szép, robogós bankjegy. Igen. Az M7-es már az M1-estől áll Pest felé, Andor a szállító küldte nekünk. Igen, mindenkinek kitartásot, egy elég komoly baleset van a 13-as kilométernél. Ha azon át verekeditek magatokat, akkor utána már megy az M7-es, ott valami baleset van. Úgyhogy... Na, közös szakasz? Hát ha az M1-es is áll, akkor igen. M1-től. Hát nem, hát az M1-től áll. Hogy van?
De azt írta most Andor, hogy az M1 is. Időt kérünk! Legalább értelmezzék. Állítsátok meg az órát, állítsátok meg az órát. Hogy az M1 is áll. Na most, hogyha a közös szakasz előtt van az M7-esen a baleset, akkor az pont jó az M1-nek, mert nem jönnek az M7-ről. Akkor a 13-as kilométer a kérdésedre a válasz az már a közös szakasz. Köszönöm szépen. Akkor visszadúl az M1-es is? Akkor persze. M1-es akkor is az van. M1-es is dúl. Fú, de na, fú. Azért ezt nagyon, nagyon megfejtettük. Na, ugye van egy fontos esemény a magyar futball szempontjából. Na melyik? Ez az augusztus 10-ei. Ja, az a kérdés. Nagyon jó. Ú, Laci, írnunk kell egy másikat, azt a mindenit, hát azért ebben ne haj bele. Augusztus 10-én játsszák ugye a Fradi meccset. A Fradi Chelsea. Így van. A kérdés az lett volna, mikor avatják fel a Fradi új stadion. Hát, igen, gyakorlatilag ugye jó, ez az de nem baj, írok egy másikat. Akkor kérdezzük meg, hogy kivel avatják fel. Ja, már azt is elmondtad, de azt is elmondtad, ugye, Chelsea-vel. Viszont kettő darab jegyünk van az FTC Chelsea gála meccsre. Ez 22 000 forint. És eladod? Nem, egy zárójelben itt van nekem, nem tudom, biztos nagyon fontos információ. 22 000 forint darabja egyednek, vagy a kettő. És meg lehet nyerni majd ezeket a jegyeket nálunk itt a Morning Show-ban, nem csak ma, hanem még néhány napon keresztül. Vagy 15 000 darabját. Zsebbe. Igen. Zsebbe okosba. És ehhez csak egy kérdésre kell válaszolni. De a kérdés nem az lesz, hogy mikor avatják fel a Fradi stadionba. Nem, bizony. Mert hogy azt én most elmondtam, hogy augusztus 10-én. Akkor legyen egy focis kérdés? A focis kérdés lesz mindenképpen vagy a Chelsea-vel, vagy a Fradival kapcsolatos, és adunk kettő darab jegyet. Ma is, holnap is, holnap után az is, néhány napon nagyon keresztül. Így van. Nagyon. A vadonatúj stadionban nagy meccs lesz, valószínű. Igen. Nagy. Hát, hogy nagy? Nagy felhajtás. Nagy felhajtás. Nagy. Így van. Így van. Előtte lesz egyébként egy nyílt nap, amikor meg lehet majd tekinteni a stadiont belülről, tehát mégiscsak a puding próbálja az evés, meccsen látni a Fradit, ráadásul egy olyan csapat ellenében, akik világklasszisok. És jönnek is, igen. Mm-hmm. Jó, mikor kérdezzük meg? 8 után? 8 után jöjjön 8 a kérdés, után. Nem? 8 után. Szülsz addig egy másikat? Persze. Jó. Jó, drága hallgatók, ha valaki szeretne ott lenni, akkor figyeljen, jó? Mert 8 óra után jön a kérdés, és kettő darab jegyet sorsolunk szerintem ilyen 3-4-9 magasságában, jó? Úgyhogy ezzel jövünk mindjárt, 3 perc múlva pontosan 8 óra jönnek a legfrissebb hírek, a hírek után itt vagyunk is. 8 óra múlva pontosan 9 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hú, de jó volt ez a dal. Á, gyerekek, ezek ügyes fiúk. Igen. Mert van ez még, Jani? Az Extrém szerintem nem. Nincs nagyon mi? Van, nem. Ez egy nagyon nagy album volt, Pornography. Volt a lassú dal, a More Than Words, onnan ismertem mindenki. Hát minden zenekarra van egy ilyenje. A bárszéken is. Igen, aranyos feketére kilokkozott körömmel. A két jóképű srác. Hát az egy ilyen kis ballada, nem? És akkor utána megvetted a lemezt, mert nyilván ilyen, és aztán kaptad ezt. Aztán rájöttél, hogy a Nuno a világ egyik legjobb gitárosa. Mert hogy az is volt, de szerintem egyébként jelenleg is. Ma is. Ha csak nem tört el a keze. Nem adta oda egy milliárdért valakinek. Hát igen. Vagy nem rendelt taxit. Igen. Gyerekek, hogy egyébként, ha már a taxirendelést említett, most megint változás áll, most úgy néz ki, hogy most Benkő mégis perli a taxist. Tehát, na, de most mégis? Most akkor mégis, igen. Hogy állítok, most vagy az új ügyvéd egy napilap szerint, vagy az, hogy a zenésztársak mégis rábeszélték, de hogy most még sincs nagy kibékülés. Tehát ezt így csavarják. Nem lehet ez egész erről a augusztusi jó meg a koncertről szól, és egy ilyen akkora promóció áldozatai vagyunk mindannyian, és előre lebeszélték, és zajlik az ügy 3 hete itt, vagy 2 hete a sajtóban, és nem történik más, mint hogy tulajdonképpen az egész arról szól, hogy augusztusban lesz valamikor egy nagyon meg a koncert, és zseniálisan kitalálták. A taxis is benne van, a céget is promontálják, a Benkőik is promóciót kapnak, és ez egész egy ilyen hátul mögötti összebeszélésből ered, mi pedig itt ugye követjük az eseményeket, hogy mi volt, hogy volt, közben pedig csak a koncertet promotálják. Most megint be lehet dobni, hogy mégiscsak meghívjuk az augusztusi koncertünkre. Igen, most akkor mégse lesz ott a taxis az augusztusi koncerten? Nem, most azt olvastam, hogy már mégis perem. Ez is egy ilyen szappanoperává kezd dagadni ez a történet. Igen. Na mindegy. És csak úgy mondtam, ha már megemlítetted. Na, azt mondja, hogy gyorsan egy-két közlekedés, az M1-esen át lehet jutni, tehát az M1-esig nem dugul vissza a dugó, ezt többen elküldték nekünk, ugye ez M7-esen van, a közös szakaszt már nem érinti, úgyhogy akik az M1-esen vannak, zöggenőmentesen be tudtak jutni a városba.
A baleset az M7-esnél a nagy kanyarban van, még épp nem a bevezető szakasz, igen, akkor az a nagy utolsó jobbos, ahogy ráfordulsz a közös szakaszra, úgyhogy ha valaki azon túljutott, utána már tud haladni. Beállt a gyorsforgalmi befelé, ezt András küldte nekünk, köszönjük szépen. És azt írja valaki, hogy most már akkora dugó az M7-es, hogy le is terelik őket. Törökbálinti kihajtónál mindenkit leterelnek. Aki a törökbálinti kihajtó után van, viszont a közös szakasz előtt, az viszont most oda beszorult egy kicsit. Úgyhogy a törökbálinti kihajtónál mindenki próbáljon lemenni, aki még tud, Budapest felé. Trafi a 47-esen, Derecske és Beretyújfalú között, ezt Hári küldte nekünk, valamint az M2-es Gödi felhajtójánál Budapest felé már nincsen trafi, mert elment, miután lelepleztük. Na, akkor jön a kérdés, amivel ugye kettő darab jegyet lehet nyerni, méghozzá az augusztus 10-ei nagy gálameccsre, ami Ferencváros Chelsea lesz majd. Ugye? Hát ezt mindannyian nagy érdeklődéssel várjuk, hogy mi lesz ebből a meccsből. Állítólagosan erős felállással jön a Chelsea, benne van a szerződésben, hogy nem tartalékos csapattal jönnek, tehát kötelezően ugye hozniuk kell nagy neveket, és kiállnak nagy neveket, a Fradi nagy neveivel. Aha, de hagyhatják magukat? Szerintem nem. Szerintem egy Chelsea-nek ez abszolút presztízs kérdés. Egy stadionavató ide vagy oda. A mi stadionunk avatásánál az ő presztízsük szerintem sokkal többet ér. Tehát nekik. Szerintem nincs nekik. Mm-hmm. Tehát az, hogy a Chelsea kikapott a Fraditól, az nekik nagyobb presztízsveszteség, mint hogy tekintete legyenek arra, hogy mi most éppen is stadiont alatunk. Pont nem érdekli őket szerintem. Nyilván nem fognak belehalni abba a 90 percben annyit futni, de hogy azért kapjanak ki, hogy ez most itt a Fradinak, meg nekünk jó legyen, ezt nem tudom elképzelni. Hogy mi nyugodtan avathat a hasunk stadiont, ezt nem tudom elképzelni. Sajnos Frank Lampard nem fog már jönni, mert köszönjük az információt. 14 éve Amerikában játszik. Most igazolt idén egyébként. És messze Amerikában. Lesz, állítólag. Most érted, bedobtál egy nevet, hát néha te is hibázhatsz. Figyelj, most ő már pont számomra Amerikán ez egy megdöbbentő információ volt, mert a klub egyik legnagyobb ikonjáról volt szó. Én nem gondoltam volna, hogy bármikor is el fog onnan igazolni. Hát levezet. Hát még nincsen olyan stádiumban ő. Hát Amerika, ha Amerikában megy, akkor mi más oka lenne? Hát Amerikában már csak levezet. Na de oda már csak akkor mész, amikor már Európában nem tudsz olyan klubba, vagy már olyan öreg vagy, nem. Hát Amerikában már azért sokan levezetni mennek, ahogy Ázsiába is levezetni mennek, tehát az már... Dehogy is. Miért szerinted a Huszti most Kínába azért igazolt el mellett? Na, te magyarázd meg nekem a Huszti igazolását a Kínába. Hát kapott egy olyan szabad szemmel erősen látható összeget. De attól még nem biztos, hogy nyilván nem biztos, hogy persze nem biztos, hogy levezet, de a nagyon nagy nevek, például orosz bajnokságban, Amerikában már sokszor azért mennek, ott még 2-3 évet játszogatnak, brutál nagy pénzért, rengeteg pénzt hoznak a klubnak, mezeladás, stb. De hát ott már levezetnek szerintem, nem? Hát most a Huszti Kínában... De most a Huszti név Kínában például olyan erős, hogy nem tudom a Huszti átigazolásának. De minden esetre meglepő, odafigyelnek rá. Ha megkérdezed, hogy Verdaszko mikor cserélt utoljára ütőt, akkor megmondom igen, neked. És milyenre, és igen, tehát minden meg, és milyen húrozásra játszik. Csinao, Huszti. Na, igaz? Tényleg jó. Hogy kiugrik. Igazad van. Igaz, hogy igazad van. Odafigyelnek rá, felkapják a fejüket. Aha. Kicsit, mit mondtam? Hogy? Huszti? Hücsie? Nem. Az a másik. Huszti? Igen. Na tessék. Figyeljetek. Itt szól a kérdés. Melyik évben lett aranylabdás a Ferencváros egykori legendás labdarúgója Albert Flórián? De szép. Ez tényleg szép. Tehát a nagy múltat idézi, ugye? Így van. Nagy múlt, és egy gyönyörű aranylabdás győz. Nagyon szép. Szép. Ezt tudni, illik tudni kell. Mindenkinek, aki szereti a Fradit. De egyébként szerintem magyar labdarúgás történetének egyik legnagyobb, sőt, gyakorlatilag a legnagyobb egyéni sikere, úgyhogy szép. Egy évszámmal várunk. Ez egy szép kérdés. Erre ez... még Vágó úr is azt mondja? Aztán, de szép kérdés. De szép kérdés, de szép kérdés. Miért nem nekem ütött eszembe? Igen. Jó, ezt kell elküldeni SMS-ben nekünk, jó? Kettő darab, gyönyörű, szép, friss, ropogós jegy az FTC Chelsea gálameccsére. Vonalkódos. Így van. És ahogy látom, az árából kiindulva jó hely. Jó helyen ültök majd. Jó? Úgyhogy jöhetnek a jó válaszok. Na, egy érdekes dolgot találtam, és szerintem ezen cikk alapján mindenkinek van hasonló tapasztalata, nem konkrétan abban, amiről a cikk szól, de amikor megveszel magadnak valamit, az picit olcsóbb, vagy megrendeled internetről, hazamész, kicsomagolod, és nem teljesen az van a dobozban, a csomagolásban, amire számítottál, megpróbálod összeszerelni,
de a dolog nyomorúságos, olcsó, leértékelt volt, és rájössz, hogy téged nagyon átvágtak. Szerintem mindenki járt már így. Figyelmeztetést adott ki az Európai Unió, miszerint senki ne fürödjön egy bizonyos megrendelhető, interneten megrendelhető pezsgő fürdőbe, mert az agyonvág. Agyonvág. És ne ültessünk be senkit, csak a mamát, az anyóst, ha nagyon szeretnénk, vagy már nem szeretnénk, hogy köztünk legyen, mert hogy állítólag nálunk is meg lehet vásárolni interneten, kereskedésből is, elég sokat is vettek, egy bizonyos jacuzziból, medencéből, otthon összeszerelhető medencéből, ami Hollandiából érkezett, és hát egyszer már majdnem halálos balesetet okozott, és előfordulhat, hogy az, aki beleül, azt ott gyorsan megrázza az áram. És azóta nem veszik fel a telefont? azóta nem jelentkeznek. Azért telefonál, mert hogy nem tetszenek fizetni a részleteket. A holland hatóság riasztást adott ki egész Európára, hogy vonják vissza mindenhol ezeket a pezsgő fürdőket, mert hogy van egy Camaro márka nevű felfújható szerkezet, ami hát áramütést okoz. De nem pezsek, hanem forr az áramtól. Igen, a fűtőelemek szigetelése nem megfelelő, a vezérlőegység, a nedves elemek feszültsége alá kerülhetnek, és így halálos áramütést okozhat. Volt is valaki, akit megrázott. Nem csak egy egyszerű reklámszövegről van szó. Nem. Belehasszol. Hallod ma. Hallod, igen. Agyonvág annyira jó. Az élmény agyonvág annyira jó. És nagyon kérnek mindenkit, hogy mindenki hozza vissza ezt a kis szerkezetet, vagy cserélje vissza, vagy cserélje jobbra, és senki ne üljön bele. Több személyes, vagy pedig csak egy személyes? Nem, ez egy több személyes, benne, több személyes. Igen. Tehát akár gyakorlatilag egy családi szórakozás is lehet? Az igen, az családi szórakozás. Idézőjelben? Tehát, igen. Hogy az egész család akár egyszerre beleülhet? Az egész család egyszer belülhet, persze, ez egy négy személyes jacuzzi. Készülnek nagy pillanatra mindenkinek, aki kezében ott van a kis talpas pohár. A kölyök pezsgővel. Na kapcsold be, adjuk! És abban a pillanatban... És így elsötétedik a ház bentről. Azt még fogod, hogy lekapcsolta, igen, levágta a biztosítékot, beállt a hűtő, leállt a klíma, eltűnt a villany, de a következő pillanatban már érzed. És a nagy papja az alsó szintről meg felkiabál, mert leszaladt még a kilni egyet elő. Kolcsátok vissza! Ti csináltatok valamit! Ne kurja a biztosítékot! És a család kint vidáman dzsakuzizik. Szóval, hogy mindegyik halál értelmetlen, de azért belemászni egy jacuzziba, és megvág az áram, hogy ez valakinek ez van megírva, hogy így kell befejezni, tehát egyik sem méltó, egyik sem szép, egyik sem jó, nem? Tehát, hogy amikor jön, el kell jönni előbb-utóbb mindannyiunkért, de hogy felolvassák majd ott a temetéseden a beszédet, és hát a család nagyon szerette, ő, mikor belemászott a jacuzziba, még nem sejtette, hogy az utolsó fürdőzés, ez valami rettenetesen nyugodás. Ugyanitt eladó. Alig használt jacuzzi. Egyszer használt jacuzzi. És kézzel, amikor funkítani akarsz, és odaívod a csaj, és beültök, és izé. Hát, nem az közösségen, nem az. Hozzunk együtt kicsim. És a csaj azt mondja, hogy nem hoztam fürdőn, én nem ülnék be, meg félek, hogy összeszedek valamit, nem pezsegél itt nyugodt. Hát akkor egyedül, és rányomsz a stardomra, és iszonyatosan elkezdesz a vízben brékel. Megvárlak! Hogy azért egy nem egyszerű. Nem szép halál. Ilyenkor kifizet, ha nekem van egy ilyen háztartási biztosításom, vagy bármi, hát akkor az ez... Nem úgy kifizet, ki nincs, aki pereljen, hát ott vagy benne. Tehát a család azért csak csinál valamit. Hát és azt mondják, ugye, hogy a halál pillanatában elerenyednek az áróizmok is. Na most képzeld el, hogy találok rád. Ott lebegsz. Tehát, ha lehetne kérni, így nem. Nem hiszitek el a csávó iszapfürdő közben. Igen, és ha nincs szerencséd, akkor az még ment egy kört. Igen, tehát az ember arra vár, hogyha már ez a pillanat eljön, ugye ez talán... Hogy egy... ne így. Igen. Hogy legyen egy picit több méltóság, nem? Hogy valami méltóság azért maradjon ebben, nem? Hogy ha már jön, mert előbb-utóbb, tényleg előbb-utóbb reméljük, hogy mindenkinél utóbb, de hogy ez egyszer eljön. Tehát valami mondod, minimális hogy... méltósággal mehess át a másik oldalra, ne egy jacuzziban úgy, hogy arccal fekszel a vízben, megvágott a 4000 forintos internetről rendelt házilag összeszerelhető jacuzzid. És zavaros körülötted a víz. és nagyon, nagyon zavaros a víz. De nem megdöbbentő egyébként, a gyerekek, egy ilyen nem olcsó. Tehát egy ilyet megrendelsz, ez 50-100 ezer forint. Na, mennyire ülnél bele egy jacuzziba, mi ráz? A kecske szívás után. Miután túl vagyok a kecske szíváson?
Most hogy van, hogyha mondjuk valakinek van ilyen, de nem tudja, hogy az most ráz vagy nem ráz, akkor tesztfürdést kell csinálni, vagy először beleraksz egy aranyhalat, vagy macskát, vagy... De a macska... De érted, a macska nem fogja jelezni neked, hogy baj van. A macska a mozgásán látod. De a macska már alapból nem akar majd belemenni, és akkor majd gyanakodni fogsz. Nem akar bemenni a vízbe a macska. Ha ráz, akkor viszont nem jön ki. Ja, mondjuk ez is igaz. Mert ha rendellenesen viselkedik a macska, magyarul benne marad, akkor nem jó. Vagy jó az aranyhal is. Szoktatok így internetről rendelgetni egyébként különböző ilyen háztartási cikkeket, elektronikai cikkeket, persze, mindenféle olyan dolgot, ami ígér valamit, bármilyen terméket, csodakés, nem simán tudom, volt, megjön hát, internetről. Persze. Csak otthon összeszereled, elkezded összerakni, rájössz, hogy valami nagyon rosszat vettél. Kis fülbedugós fülhallgató, volt egy ilyen viszonylag sok levélből álló levélváltásom az eladóval, amiben egymásnak próbáltuk bizonygatni, hogy az szerinte eredeti, szerintem meg nem eredeti, és szerintem miért eredeti, és szerintem miért nem eredeti. Ezeket szeretett kicsit. És már ott tartottunk, hogy egyébként, hogy nagyon-nagyon komoly pixel számú fotókat küldtem át neki eredetiekről, és mellé csatoltam az ő általa számomra eladott fülhallgatóról fotókat, hogy lássa, hogy mi a különbség az eredetivel, de úgy, hogy akkor kis hangszóró, a hangszóró, ahol becsatlakozik a kábel burkolatoknak a külső borítása, tudod, csatlakozása, stb. Nagyon-nagyon nehezen tudtam őt rávenni arra, hogy egyrészt ad el neked? Nem. Ő azt mondta, hogy szerinte ez eredeti, és hogy eredeti csomagolásban érkezett, és nyilván. Nincs annál szörnyűbb, amikor megrendelsz valamit interneten, nagyon várod, kicsomagolod, átveszed, elmész érte, és rájössz, hogy nagyon-nagyon átvágtad. Az elviekben osztrák, de nyilván tájvani, vagy pedig kínai, vagy nem tudom honnan származó, egyébként tucat gagyi hulladék fülhallgatót, és te azt várod, hogy ez az osztrák prémium minőségű legyen. Amit megszoktál, megszerettél, picit többe is kerül, de hát nyilván, hogyha interneten keresztül rendeled, vagy valamilyen internetes portálnak az olcsóbb, vagy feltűnően olcsó ára alapján, és megérkezik, és berakod a füledbe, és akkor ráküldöd a mesinhedet, és és így szól. Azért a szörnyű kiábrándító. És akkor visszaküldöd, levelet írsz, elkezdesz vele harcolni, és mi lett a vége? Kaptál újat? Vagy? Kedves Sándor, az én gyanúm az, hogy ez a fülhallgató nem is eredeti, mit szólsz ez te? Üdvözlettel, János. És e-mailben vagy rendes postafordultával? Persze, postafordultával. És így, és akkor megnyaltam a levél szélét, és nem, dehogy is nem. Tehát leímés. De egy hónapig, két hétig azért ezzel elvájáltatok, nem? Két hétig ment. Visszaadtak? Vissza. Nekem az első ilyen, akkor még nem volt internetes vásárlás, apám kiment a Szovjetunióba, akkor még a gyulai húskombinátot. Pedig csak azt mondta, hogy kenyérért. Hogy lesz volt kenyérre, de két hét már. Elmentek Kijevbe, és akkor mondta, hogy úgy búcsúzott, emlékszem, vállamra tette a kezét, és azt mondta, hogy figyelj, ha valahol a nagy tutit meg tudom venni, és itt még nem tudtam, hogy mi a nagy tuti, azok az oroszok. Két hét múlva jövök. Két hétig nem alszol. Megérkezik, villanyvasút. De várjál, ne röhögjél. Olyan villanyvasút, hogy megőrültél. Tehát rendes kocsival, gőzmozdony, minden, nagysín, elektromos elosztó, oda-vissza tudod menni, tudod a váltókat váltani, úgyhogy nem kell kézzel átlökni, hanem azt is gombbal. Összeraktuk, ez volt 2 óra, és a nagy csodatod a fater így áhítatta, rám néz. Na most figyelj. És ahogy átkapcsolta, hogy elektromos áram alá helyeztem egy dugó, tehát 220-ról ment, abban a pillanatban az egész utcában a boh, így le a villany, és soha egy centit nem és mozdult. És a büdös életben nem mozdult meg. És az olyan keserűségben ment, hogy miért nem? Tehát, hogy miért pont te? Hogy erre vártál, hogy megvan a tuti, a csoda, érted? Ide fog járni az egész falu villanyvasúttal. Jó hosszú utat tett, 2 hetet elment azért, hogy szerezzen egy villanyvasút. Igen, amivel aztán levertem a biztosítékot, és mindenhova be kellett vinni újra a légvezetéket. Le kellett kábelezni a nullás kábel. A József Attila utcától az addig minden leégett. Tudom, hogy szörnyű, ott állsz, összeszereled, azt hittem nekem az óvon, hogy várod gyerekként, igen, ugye ott várod a csodát, és egész egyszerűen nem. Nekünk is van ilyen, apám vett ruszkiktól, közelünkben több laktanya volt, és ők folyamatosan jártak a kis cuccaikkal,
árulták ezeket. Hát búvárszivattyút vehetett tőlük. Bármit figyelj. Egyszer csöngettek, apám kinéz, aztán bemén a konyhába, kivesz egy csontozók, és megy ki. Mondom, mi van, hogy én rosszat sejtett, azt mondja, hogy a ruszkik megint el akarnak adni valamit. Kiment, bejött, semmi tragédia nem történt, viszont vett egy színes tévét, és na, az nálunk olyan volt, hogy egyrészt a színes tévének külön állványt kellett csináltatni, mert nem bírt el a régi Color Star-nak a szekrénye, egyrészt, másrészt pedig ugyanez, a csodavárás. Akkor üljük le, nézzük színesbe a parabolát. Bekapcsolod a tévét, és nem hazudok nektek, 5 perc múlva színesedett ki, világosodott ki a képernyő, és minden egyes tévézés előtt ez ment. Fölfűtött mi a reaktor? Igen, fölfűtött benne a reaktor, a tévé mondom kb. 60 kilós volt, és mindig 5 percet kellett várni, tehát hogyha későn kapcsoltuk be, vagy mit tudom, 8 órakor kapcsoltuk be kedden az Oninen családot, akkor lemaradtunk az első 5 percről mindig. Fölbúgott a tévé? Melegedett? Ja, ezt én is, ilyeneket mi is vettünk, én nem is tudom, nekem volt apukámnak egy piros Ferrari-a, kicsi, tudod? P-mágnes. És így körbeáltuk. Ne, bárcsak volna. Körbeáltuk karácsonykor, kinyitotta, és nem értettük, hogy mi az, hogy miért örül egy kis autónak. Megnyomott rajta egy gombot, kinyílt a motorháztető, és azt mondta, megjött az új kazetta visszatekerő. Fogtad a VHS kazettát, beraktad ebbe a kis Ferrari-ba, lenyomtad a tetejét, és visszatekerült. Mert ugye nem tekerünk. Így mert van. Elállítódik a videomagnónak a feje. És ha jók lesztek, jövőre veszünk videomagnót is. És az volt a játék karácsonykor, hogy az összes VHS kazettát leszedegettük, és mindegyiket visszatekertük. És ezzel szórakoztunk, és erre összegyűlt a család, ugye? De az működött, tehát hogy az nem a hibás vásárlás volt, az működött, és visszatekerte, megdolgozott a kis autó. Én mindig úgy csináltam, hogyha láttam, hogy a felétől volt visszatekerve, és éppen ezért az egyik sötétebb volt az egyik szalag, mert hogy egy kicsit valahogy így előrébb csúszott, akkor mindig először előre tekertem, aztán tekertem vissza, hogy egyenletes legyen. Akkor is beteg voltál, ne haragudj. Tényleg. De ez nagyon-nagyon menő volt. Igen, de most már van egy új szabály, hogy 14 munkanapon belül egyébként, ha te veszel valamit az interneten, akkor ha te küldesz erről egy nyilatkozatot, akkor te elállhatsz. Azt hiszem, ez az új szabály, ez fontos. Tehát, hogy nem kell neked visszaküldöd, akkor neked automatikusan egyébként internetes vásárlás esetén, miután átvetted az árut, te 14 napon belül még meggondolhatod magad. Hát csak még ha megvágott a jacuzzi, utána már kicsit mindegy érted, egyébként. Pont azért gondolkodhatsz, hogy lehet, hogy belecsúszol a 15. napba is, ha ott lemegsz a vízbe. Igen, és nem nyit rád a szomszéd, mert ugye mindig meg kell indokolni, hogy miért veszed vissza, hogy miért adod vissza, de itt van egy új törvény, és ezen törvény alapján neked nem kell, tehát te veszel valamit az interneten, átveszed, neked nem tetszik, akkor te ezt 14 napon belül visszaküldheted. Egyedük indokolja meg, hogy miért áll el a vásárlástól. Azért tisztelt a nagymama 14 napja igen. Nem jön ki igen. A jacuzziból. Mellékelném a fotót, ahol a nagymama arccal lefelé úgy. Kérem a sértet, indokolja meg, hogy miért áll el a vásárlástól. Valaki törölje a nyálat a szájjal, és kérem válaszoljon, értetem. És akkor nekem visszaadja az árát ilyenkor, most nem a jacuzzinál természetesen, de bárki? Vagy én utána akkor elkezdek vívni az eladóval, hogy akkor legyen szíves, ha ismeri a hát ők nem annyira örülnek, kérdés, tehát, nem akar visszavásárlás témakörét, akkor... Na most gondolod, hogy használ jacuzzit. Tehát, hogy mit csinál vele? Minek? Eladja? Hát nem, leföldeli rendesen. Újjáságyúna. Leföldeli rendesen. Na jó. Nyilván hallgatóinknak is van ilyen tapasztalata, amit rendeltek Kínából, telefonon, interneten keresztül. És vagy gyermekkorunkban, amikor a szülők hazállítottak valami nagyon nagy dologgal, amivel hetekig, ugye, hát ami tulajdonképpen heteken keresztül reménnyel töltött el bennünket, hazajött és nem működött, mi nálatok a traumatikus élmény, a villanyvasút, igen. Írjatok nekünk hasonló élményeket, jó, hogy kinek mi volt. Illetve van egy kérdésünk, amivel 2 darab jegyet lehet nyerni az augusztus 10-én megrendezendő Fradi Chelsea meccsre. Gyorsan elmondjuk még egyszer a kérdést. Melyik évben lett aranylabdás a Ferencváros egykori legendás labdarúgója Albert Florian? Na, én ideig írtam, bocsánat. Igen, internetet lehet használni nyugodtan. Tehát nem gond, ha valaki segítséget kér az interneten. Keresztül 8:30 múlt pontosan, 1 perccel jövünk az SMS-ekkel a hírek után. 3:49 lesz pontosan, 5 perc múlva Tóth Gabi. Itt a Morning Show-ban, éjjel-nappal Budapest. Ez megy még? Már micsoda? Ez a
A dal? Nem a dal, a műsor. Az van még? Hogy ne lenne? Van. Persze. Viccelsz, Feri? Jó, nem tudom, én nem néztem, nem tudtam, hogy mi ez, csak a csatorna egyik legnézettebb adása, a legnézettebb hajója az egyik. Megy még, azt hiszem, azt hiszem, hogy nem álltak le nyára, nem tudom, nem megy nálunk a tévé. Elromlott. Nem. A másik csatornán, TV2-n belenéztem én a napi sorozatba, négyszer vagy ötször most egymás után, és mindig egy részt kapok el. És nem tudom megfejteni, hogy mi történik. Áll a... Ki a szőkeajú? Kicsit... Ilyen testesebb kislány a sorozatban? Hogy hívják? Szőkeajú, a TV2-n. Ugyanilyen napi sorozat. Most rövidre vágatta haját. Ő nagyon szép karcsús lang. Szabó Zsófi, kösz Anna. Most mi van? Most ja, rosszat mondtam? Vagy? Most miért néztek így rám? Nekem már ebből volt bajom. Micsoda? És én őt nagyon kedvelem. De mi van? Jaller. Nem az. Elmondom, mit látok. Van egy mellette egy fekete hajú lány. Bocsánat, nem tudom, hogy hívják. Egy fekete hajú lány mindegy. Igen. Igen. És mindig valami nagy darab marcon a nő kínozza őket. Azt a kutya fáj. És ötször kapcsoltam oda, és ötször ezt a jelenetet láttam, és azt olyan, mintha megállt volna az én tévében az idő, és ezt a két szegény kislányt, ezt kínozza egy nagy darab nő. De nem tudom mindig, hogy de ez ilyen előzetes, vagy mindig ugyanazt a mindig ugyanazt a részt kapom el. Szerintem a titok nyitja a merev levez, amire rögzítetted ezt az egyetlen adást. De már erre gondoltam, tegnap este pont erre gondoltam, bekapcsoltam a csatornákat, gyorsan végiglapozgattam. Mindig ugyanaz, mindig ugyanaz. El akarok jutni mindig a tenisz közvetítésig. Amikor Benny fürdik, gyorsan bekapcsolom, és akkor megnézem, hogy éppen ki játszik, és mindig megakadok itt egy pillanatra. Azt látom, ez a szegény kislányokat kínozza egy nagy darab nő. A szemét lelketlen. Ez céda. Nem jelzett meg, hogy 74-esen van a tenisz? Mi a francnak kapcsolat? Mert mindig más csatorna adja, tehát más, vagy a D betűs, vagy az S betűs, tehát hogy nem tudom. Olyan nem volt, hogy és ezt is elbukta a gyokó. És ezt is. És ezt is. És ezt nem is. Szoktál és ezt egyszer is. Elbukni, ő tudod. Igen, ő, de mindig ugyanazt nézi. Ja. Már csak azért lehet. Lehet, hogy felvettem ebből egy részt. Jó tudjuk, ő az apja. Igen. Jóval tudom, ő az apja. Jó, igen, ő az apja Luke-nak. Jó, igen, ő az apja, és... Tehát lehet, hogy felvettem egy részt, és mindig ugyanazt nézett vissza. A szegények mindig állnak rémült arccal, és egy nagy darab nő verbálisan, meg testileg, meg minden, hogy bántja őket. Ez történik. És beszáll le. Nem. Nem, csak sajnálom ezt a két lányt. És nem tudom megfejteni, de ugye nyilván... Mennyi empátia van benned? A hatodik napja nézem, ahogy kínozzák ezt a két kislányt, és nem tudom, hogy miért. Te gyűjtöttél annak idején Izauráért is? Igen. Sajnálom ezt a két kislányt, azt is. De Balázs, ezek színészek, csak eljátszák. Ott volt az a szegény kis szemtengelyferdüléses kislány, és akkor kínozta az a Leoncio, az a gonosz szemét állat. És emlékszem, szereztem egy rózsaszín csekket, és feladtam nekik 175 forintot. Szabadítsák föl. De nem, tényleg is már eszembe jutott, hogy Anna egy szemészhez küldjék el. Anna nagy sorozat kedvelő, hogy én megkérdezem, hogy mondja már el nekem, hogy mit látok. Nem, ő szerintem azt nem nézi. Ja, ő a másikat nézi. Ha nézi. Ki az a nagy darab nő, aki mindig kínozza ezt a két szegény kislányt? Hát, ha látnánk ezt a kis részt, akkor segítenek. Ő Januária. A szakácsnő. A Szabó Zsófit, meg egy másik színész kislány, nem tudom, hogy mi a nevem. Na mindegy. Legerszki Kriszta. Igen? Aha. Na majd megnézem. Legerszki, nem tudom pontosan. Vagy egy erszegény vagy úszó? Nem, azt azért nem. Na mindegy. Jól van, érdekes témáról beszélgettünk, ugye itt Magyarországon is forgalomba került egy jacuzzi, amit jobb visszavinni, mert hogy ráz. És ez egy holland gyártmány egyébként, és Hollandiában meg is házott valakit, riasztást adtak ki az egész unióra. Magyarországon is forgalomba kerültek ezek a jacuzzik, mindenki vigyázzon, mindenki olvasson utána, ha megismeri ezt a márkanevet, amiről beszéltünk, ugye a hírek előtt, akkor ne üljön bele. Így van. Vagy csak azt ültesse bele, akit kevésbé kedvel, mert hogy ez a jacuzzi ráz. Vigyázzatok vele. Főleg a rockerek vigyázzanak, mert a szlogénje az, hogy lovagold meg a villámot. Igen. És arról beszélgettünk, hogy az ember interneten rendel valamit, akkor egyrészt milyen csodákba botlik. Kettő, gyermekkorunkban, amikor édesapánk, édesanyánk hozott valami nagy ajándékot, amit aztán kibontottunk, mekkora csalódással kellett ugye konstatálni, hogy a dolog egy élő nyuszit. Igen, vagy nem úgy sült el, vagy nem az van benne, vagy ha még össze is tudtuk rakni, bekapcsoláskor kiderült, hogy egyáltalán nem működik. És a nagyon sok hallgatói hozzászólás jött, mert hogy egyre többen rendelnek ugye interneten,
Azt írja nekünk egy hallgatónk, hogy egyik ismerőssel történt, hogy interneten rendelt egy méregdrága almás telefont. Átvette a dobozt, kinyitotta, és agyag köcsögöt talált benne. Agyag köcsögöt. Agyag köcsögöt talált benne, a rendőrség segítségével jól végződött a történet. Mert aztán ráadásul nem is, hogy bizonyított, hogy az jött meg? Ugye? Azt hogy igen. Tehát, hogy fölhívod a céget, hogy maguk köcsögöt küldtek nekem, köcsögök. Ugye? És azt mondja, igen. hogy nem. Mi egy almás Nokiát küldtünk. Na? Ez az iPhone 6. Igen. Így néz ki. Ez hogy köcsögbízás. De már bocsánat, én látom azért itt nap mindenki telefonjaitokat. Tehát, hogy ezek nem köcsög formájúak. Nem. Tehát, hogy dobozba ez, tehát, hogy nem kezdesz el gyanakodni, amikor kapsz egy ilyen izét, egy ilyen féltégla méretű. Nem, hát megkapod a dobozt. A dobozban ugye ott van elvileg a telefonnak a helye. Hát ott a beraknak valamit, ugye a súly meglegyen. Nyilván ugye átvágás a dolog értelemszerűen. Tehát akkor nem, amikor átveszed a dobozt, ugye nem gyanakodsz. Egy lefóliázott fehér dobozban kapod meg az almás telefont, vagy mit tudom én, milyen színű dobozban. Csak a súlyra megegyező agyakköcsög van benne. És akkor kiveszed a köcsögöt, akkor egy ideig még próbálod így összeraknod magadba, hogy ez talán a telefonálsz. Próbálod az iTunes-el összefrissíteni. Valahol átvágtak. Hol van ebbe a 64 giga? Igen. Apám hazállított az első távirányítós tévével. A távkapcsoló nem működött, ahelyett, hogy visszavitte volna, beizított egy hosszú seprűnyelet, azzal váltogatta a csatornákat, csak a távirányítós feeling megmaradjon. Ez teljesen rendben. Anyám hazállított műanyag hústűvel. Vette, mert olcsó volt, apám mondta neki, hogy elolvad a sütőben, te hülye. De a papa is milyen kedvesen mondja. Fater könyörtelen volt. Anyám nem hitt neki, elolvadt. Fater elég keményen fogalmazott a mamával. Igen, mert ilyenkor tudod, mi van, hogy nem árulhatnák. Mert te is azt mondtad, hogy de hát ez egy hústű. Hát ők is tudják, hogy berakom a sütőbe. Biztos, hogy nem olvad el, de elolvad. Nem ért? Nem fog elolvadni, különben nem árulnák. Berakod, elolvad. És elolvad. Ennyi. Igen. Olyat olvastam az interneten, hogy egy lagzira rendeltek több száz étkészletet webshopon. Lement a lagzi, és bepanaszolták a minőséget az áruháznak, a jogszabályok értelmében visszavették az étkészletet, szóval ingyen volt nekik, megúzták a bérlést. Ez az igazi találékonyság. Sokan játszadoznak egyébként ezzel. Szerintem amúgy nem egy korrekt dolog. Azt szerintem az ötlet zseniális. Honnan lesz étkészletünk? Hagyjuk, viccesz, hagyjuk. Berendeled, elmosod, visszaküldöd, megvan. Nem mondta, hogy nem találékony, aki ilyet kitalál. Mennyi mit jött össze a mennyasszony táncból? Mit mondott, hogy miért nem jó az étkészlet? Nem tudom, hogy a interneten ez ott nem kell indulni. Nagyon szúrtak a villák. 8 nap volt, és 14 napra kitolták. Aha. Indoklás nélkül, jó, te azt visszaküldheted. Egy kis plusz bevétel, nem? Igen, megszúrt a villa. Ennyi tulajdonképpen. Igen, vagy vágott a kés. Én egy kávéfőzőt rendeltem, interneten megjött, hazavittem, bontom, a doboz rendben, belül viszont prospektusok voltak. Kávéfőzőt rendelt. A kávéfőző súlyának megfelelő mennyiségben. Ott a raktárban történetett szerintem valami. Igen, gond nélkül rendezte a cég. Édesanyámnak az oroszok eladtak egy forrasztópákát hajsütő helyett. A fater meg hozott egy használhatatlan druzsbafűrészt stílárban. Druzsba. Na de azért az is szép. Azért időzünk már el egy picit ennél a hajsütővas forrasztópáka cserénél. Tehát, hogy ott is, amikor még próbálkozol vele. Hát kicsit, ilyen extrém a formája, egy picit hasonlít egy forrasztópákára, azért kipróbálom. Azért fel, lehet, hogy ott a mama nézte be? És elkezd világítani a kis lámpa, és érzed a... Melegszik, jó ide, jó melegszik. És akkor a pákával elkezdett becsavarni a hajad. És kézre elkezd füstölni a mama feje, rettenetes. Picit megég a haj, igen. Én egy kézzel faragott dobókockát kaptam, már szépen indul, nem kézzel faragott dobókocka. Az első dobásnál vettük észre, hogy nincsenek rajta pötty. Hát ez alternatív, de mindenki gondoljon azt, amit akar. Igen, egyes, hatos. Aj, de szeretem az ilyeneket. Úristen. Azt mondja, egy Nike cipőt rendeltem, majd megérkezett egy szuper Vembu márkájú, $6 értékű cipő, se a stílus, se a méret, se a márka nem stimmelt. Persze írtak, hogy sajnálják, és biztosítottak, hogy újra legyártják a cipőt, azt a cipőt, amit már nem gyártanak pár éve. Hiába jeleztem, hogy ez nem jó, pénzt azóta se kaptam vissza, április óta tart a dolog. 60 eurót fizettem ki kártyával. Az élmény megfizethetetlen. És kaptál egy jó Vembut. Na de Kínából rendelsz akkor? Hogy? Meg most mit gyártatsz le újra? Ezt nem is értem. Ugye? Igen. És szerintem megrendelted a Nike-t, ami nem jött meg, mert akkor az már nincs évek óta, akkor hogy rendelted meg? Érdekes. Vembu márkájú? Egy erős Vembu.
Az jó, ne, azt nem is ismerem. Hát mi futók nem szívesen használjuk. Igen, a futók nem szívesen használják, de lehet, hogy a huszti abban játszik. Haverom parkolóban vett egy kamerát. Ez 15 éve volt körülbelül, átvette, elindult mindenki a dolgára, kinyitotta, és egy téglatest volt. Mert utána hajtott kocsival, le akarta fújni gásprével az eladót. Ráadásul szembe fújta magát. Igen. Én rendeltem egy telefont interneten, helyette egy kínai klónt kaptam, ami külsőleg megszólalásig hasonlított az eredetire. 80 ezer forint volt. Azért az nagyon-nagyon szép. Igen, olvasva ezek nagy része vicces, de amikor 80 rugóért kapsz egy klont, vagy egy jó vembút. Igen. Mi nálunk fordítva volt az, amit mondtatok. Apukám hozott egy VHS filmet, amin szerinte egy jó vadászós film, a címe Ragadozó. Ez a Predator, a Ragadozó? Van, jó vadászos film, a Ragadozó? Uh-huh. Hát, ellen lehet. A vadásznak abban is, nem? Igen, simán lehet, hogy van egy ugyanilyen című film. A rejtőzködő életet élő oposszumok elejtése nem kis teljesítmény még egy gyakorlatvadásztól sem. Apa! Nem jön a Arnold! Nem jön az Arnold, igen. Na jó. Oké, köszönjük szépen az SMS-eket. Azt nézem még, hogy jött-e valami, de ezek jöttek. Jól van, oké, hívjuk a nyertes mindjárt, jó? Mert hogy gyerekek, nagyon sokan ott akarnak lenni ezen a meccsen. Hát, elképesztő mennyiségű SMS jött. Úgyhogy fölhívunk akkor valakit, és amúgy a jó választ, akkor ott lehet másodmagával. Ezek drága jegyek, a kapu mögé szólnak. Már, hogy úgy, a bejárati tehát, kapu mögé? Igen. Tehát a kapun onnan. Tehát igen, a másik oldalon. Már ott vagy a másik oldalon. És csak egy jó választ kell mondani, és meg is lesz. Jó? Na. Igen, tessék? Balázs, Morning Show, hello! Ó, hello! De jó! Hello! Sziasztok! Sziasztok! Zsuzsa! Köszönöm szépen! Mit köszönöm? Na, nagyon örülök neki. Köszönöm szépen! A fiamnak akartam mindenféleképpen nyerni egy jegyet. Igen? Mert igen. Nagy Fradi rajongó, és nagyon szeret meccsekre járni. Úgyhogy hát nagyon örülök, nem is tudok mit mondani. Na várjál, azért mondj nekünk egy jó választ, jó? Ugye a kérdés jó. Az úgy szól. Melyik évben lett aranylabdás a Ferencváros egykori legendás labdarúgója Albert Florian? 1967-ben. Így van, gratulálunk. Precíz, pontos válasz. Így van, ez a jó válasz, 1967, úgyhogy tudtok menni. Kivel megy a fiad, veled, vagy... Szerintem átadom az élményt egyik barátjának, hogy együtt menjenek. Hány éves a kisrác? Hát nem annyira kicsi, most volt 18 éves, de hát még azért elég kicsi. Úgyhogy egyik barátjával fog valószínűleg menni. De jó, van még egy-két fontos részlet, azt akkor adáson kívül megbeszélitek annál, vagy hogy tudjátok átvenni, meg mi kell ahhoz, hogy átvegyétek. Jó? Rendben, nagyon szépen köszönöm. Örülünk, ciao, köszi Zsuzsa, hello. Sziasztok. Hello. Az egyik barátjával szintén Nagy Fradi Drucker, Kabát Péter. Na, hárasugrást, játsszunk már is valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Itt van velünk Nyuszó, jó reggelt, hello! Hello, jó reggelt, sziasztok! De ez jó kis hangod van, Nyuszós. Abszolút passzol. Én Bece név, ugye? Igen. Honnan hívtál minket? Hát jelen pillanatban Gyöngyösön, de egyébként budapesti vagyok. Na, mit csinálsz Gyöngyösön? Gyöngyösön éppen a szabad napomat töltöm a párommal, aki dolgozik, és fuvarozunk. És mi folyik a Gyöngyösön? Hát itt éppen a szerethelyen nagy csend van, meg a madarak szállnak, kék az ég, a nap nem süt, de jó idő van. Na, hát az jó, igen, nem is lesz még egy-két napig jó idő. Jól van, szokott menni a hármasugrás? Hát igen, nagyjából. Nem mindig, de... De meglátjuk. Jó? Nyertél már tőlünk valaha valamit? Nem, és képzeljétek el, hogy most jelentkeztem először, úgyhogy nagyon szerencsésnek érzem magam, és nagyon-nagyon örülök, és nagyon izgulok. De helyes vagy, tényleg szerencsés, hogy annak évek óta próbálkozik, ugye ez nem mindig sikerül, de elsőre az nagy mázli. Igen. Mindig hallgatunk titeket, hozzá szoktunk szólni, közlekedési hírt is szoktunk mondani, de egy játékra most jelentkeztünk először. Nagyon jó vagy, és ráadásul az első kérdésre 100%-ig, hogy tudni fogod a választ, abból kiindul vagy.
Honnan telefonálsz? Mehetünk? Mehetünk, igen, igen. Dedikált nyakbalkasztóért így szól az első kérdés. Melyik autópálya közelében található mezőkövest? Hát ez az M3-as. Nagyon jó. Menjünk tovább? Hát, menjünk még, igen. Nem vagy túl magabiztos. Megállnál, azon gondolkozol? Nagyon izgulok amúgy. Szerintem a második még meg lehet. Igen? Jó, igen. Akkor menjünk. Szereted a filmeket? Igen, a párom nagy filmrajongó egyébként. Na, akkor menjünk. Jó, így szól a második kérdés dedikált Egérrel átétél. Melyik akciófilm sorozat főhőse Ethan Hunt? A Mission Impossible. Az bizony. Így van. Így van. Na? A párom azt mondja, hogy álljunk meg. Meg lehet, igazából. Megállhattok. Inkább viszitek, ami biztos. Nagyon? Szerintem ez a tegnapi egyébként, ahogy látom. Igen, tegnap sem merték bevállalni, akkorról maradt meg ez a kérdés. Na most meg azt mondja, hogy menjünk akkor. Nem egy hardcore kérdés, tehát hogy azért így nagyjából kitalálható. Aha. De ne kapkodjatok. Közben itt a többiek telefonon, SMS-ben minden, hogy itt az egész csapat, a kollégák, mindenki. Menni fog azt szerintem. Na, apa, figyelj. Neki menjünk? Persze, menjünk, azt mondja. Menjünk, most már bevállalunk mindent. Jól van. Oké, így szól a harmadik kérdés dedikált Morning Show óráért. Melyik ország fennhatósága alá tartozik Gibraltár? Aha, Brit. Jó, így van, jól van, Nagy-Britannia. Egyik tengeren túli területe. Ügyik vagytok. Így van. Bár a spanyolok ennek nem annyira örülnek. Bizonyám, meg ki tudta ezt? Ki volt a segítség? Ki? Egy kollégánk. Egy kollega. A Citi volt az. Köszönjük, Citi. Jól van. Oké, ügyesek vagytok, összehoztátok, úgyhogy küldjük nektek. Jó? Jó, de jó, nagyon szépen köszönjük. Hello. Hello, sziasztok! Ciao, köszi! Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na jól van. Milyen, tudod, hogy jön a TV és feladod, vagy? Nem, csak gondolkoztam. Ilyenkor mindig elérzékenyül. Igen, meghatódom. Igen, 2 perc múlva pontosan, 9 óra, Kassa TV-vel jövünk a hírek után. 9 óra múlt 10 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és közlekedési hírekkel megyünk tovább. Többen megkérdezték, mi ez a dal. Ez egy Lenny Kravitz dal, bármilyen fura. Ha hiszitek, hanem. Egyébként jó hangulatú, kell egy előadónak néha váltani. A rokkos vonalból átment ez a kis utazós, ilyen, nem is tudom, dances, popos. Milyen stílusban lehet? Nem Lenny Kravitz-es legalábbis. Ilyen púlós Lenny Kravitz-es. Éhezők viadalás, stylistos. Éhezők viadalás, stylistos. Úgy tényleg jön a harmadik rész. Igen. Na, szóval ez egy Lenny Kravitz dal volt, igen. Kár érte. Megölik, a könyv szerint is megölik, és a filmben is benne hagyták, hogy őt ott vagy megkínozzák, vagy megölik. Nem emlékszem már. Igen, sajnálom. Pedig egy kellemes meglepetés volt a feltűnése abban a filmben. Meglepődtem rajta, jó igen. Volt. Most meg már az lesz a kellemes meglepetés, hogy ilyen egy rokkosabb számmal. Hát váltott egyet, igen. Szóval Lenny Kravitz szólt itt a Morning Show-ban. A 12-es, 13-as kilométer szakasz nem közös az M1-es és az M7-essel. Most jöttünk el, itt torlódásnak nyoma sincs, csak esőnek. Dávid és Boha küldte ezt nekünk. Az M7-esen már nem nagy a dugó, a külső sáv járható, nagyobb baj a hegyalján van, ott viszont óriási a forgalom, a Bakcsomópont felé nagyon nehéz lejutni. Ennek pedig az oka, ez Csibe küldte nekünk, hogy egy Golf szemben a forgalommal kinyílt légzsákokkal az Audi oldalában áldogál, úgyhogy emiatt a torlódás a hegyalja úton, az egy elég nagy baleset, úgyhogy ott is nehezen tudtok majd lejutni, aki tud, az kerüljön. Kedves Anna fiúk, a minap egy alapítványról volt szó a műsorban, aminek sajnos a végét már nem hallgathattam meg, kérlek tájékoztassatok, hogy milyen számla-számra küldhetnék támogatást. Üdvözlettel ki. Ez még mindig fönt van a Morning Show oldalán, ugye szerintem, és a Facebook oldalunkon is megtalálható. Úgyhogy aki akar, az még mindig nyugodtan segíthet. 13-14 millió forint jött össze, sőt, már talán azt is meghaladtuk. Túl vagyunk a 14 millió forinton, amit sikerült. És óriási segítség volt egyébként az alapítványnak. Nagyon-nagyon köszönjük, és nem tudjuk elégszer megköszönni tényleg azoknak, akik akár csak néhány 100 forinttal is, de támogatták az ő munkájukat, ami felbecsültetlen értékű.
Igen. Na, itt a Fradi jegyeket kérdezik még néhányan, hogy ez csak egy egyszeri alkalom volt-e. Nem, olyannyira, hogy holnap is lesz 2 darab jegy, sőt, még ha minden igaz, és jól számolok, akkor egész héten lesz, úgyhogy még lehet nyerni jegyeket. Holnap is, meg csütörtökön és pénteken is még van. Minden napra készülni fogunk 2 kérdésre, az egyiknek a megfejtését Balázs majd elmond. Most már nem vagyok. Pedig lehet nyerni. Csodám, hogy ma nem mondtam a 3-as ugrás választ. Nem vagyok túl erős, igen. Ezekben, ha sikeresen mindig ellövöm a válaszokat. Csak segíteni akarsz, nyugi. Hát még nem hagyom, hogy ellustuljál, érted? Laci, ír egyet, az véletlenül elpukkantom, azonnal szülnöd kell egy másikat. Tehát figyelj, soha nem fat, higgyétek el, te annyira nem unom még. Kb. 10 000 kérdés írtam az elmúlt 5 évben, és semmi túlzás nincsen ebben. Szereted? Nagyon igen. Szeretem. Ja, dolgoztatom. Tegnap is egy órát ültem még az lebukó fejjel. Annálőtt ott van a táblázat, még hétfőn is lesz. Még hétfőn is? Igen, mert hogy 5x2 van, és ugye ma kezdtük el. Vasárnap. Nem, természetesen. Igen, úgyhogy Anna szólt, hogy még hétfőn is lesz. Ez nagyon jó. Úgyhogy lehet mindjárt nyerni Fradi jegyeket. Na, kedv van, ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk az a tipim. Ha bazi nagy jacuzziban nem található vagyok, keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. A szerénységem a legféltettebb kincsem. Hibáim keresem, de mit csináljak, hogyha nincsen? Már oviban verset írtam egy taknyos sepire. Hintétek el, lennék szerény, ha volna mire? Hey! Kakakaszatibi, kakaszatibi. Wow! Kakakaszatibi, kakaszatibi. Hey! Tibi! Kakakaszatibi, kakaszatibi. Ma. Hello, Tibi! Hello. Mi újság? Nagyon kerestelek benneteket a Forma 1-en. Mi nem kerestünk? De szemét vagy, mert ebből is betudtál. Nem voltunk ott. Hát észrevettem, hogy bementem, mondom, hogy arcoskodunk, bemegyünk, arcoskodunk, nem tudom, keresem a csapatot, egy lélek nem, de a Tituszba belefutottam. Na, hát a legjobb embereiket küldtük ki, tudod? Na nézd már megint, hol van a Titus, hát persze, hogy a Forma 1. Jó arc volt, itt kicsike volt, gyerekekkel volt, fölmentem, dumálgatunk, tök jó arc volt egyébként. Szerzett alibi gyerekeket? Hülye vagy. Ne, jó arc volt, ott volt, bulizott, de egyébként egy nagyon speciális élmény volt egyébként, egy ilyen középkategóriás családi. Ott a gyógyatói hívi papának. Mondd, hogy papa. Csavarom a kezét. Különben visz. Mi volt a himnusszal? Valami baj volt a himnusszal? Baromi nagy volt egyébként, tehát egy igazán nagy élmény, egy középkategóriás családi autó áráért. Konkrétan beültünk, mondták, hogy álljunk föl, jön a himnusz. Mondták, álltunk egy percig, majd mondták, hogy üljünk le, valami gond van. Igen, ez a futamnyitó, ugye? Tehát ez nem a ugye, amikor, igen, hát ez még nyilván... nemzetközi közvetítésen van, amikor ott van, amikor nincs, de mondták, hogy nem szólalt meg, vagy volt valami. Hölgyeim és uraim, kérem álljanak föl, következik Magyarország himnusza. Fölálltunk, kérem, üljenek le, nem következik. Tehát ugye nagyon nagy ilyen fütyorkád, és ilyen nagyon megalázó taps, így végigszaladt az összes lelátón, és szép volt, fiúk. Majd még egyszer egyébként rá egy 4-5 percre látható módon valaki nagyon egy ilyen DJ lemez játszó, ami kísérletezés volt egy ilyen... És... még valaki megpróbálta ellőni, de jó, de cserébe a futam viszont szerintem az utóbbi idők egyik legjobb magyar futama volt, sőt, az egyik legjobb Forma 1-es futam idén, ami volt. Aki erre tudott koncentrálni. Ott sokat nem láttatok. Én speciális helyzetbe keveredtem. Lementem, nagyon arcoskodtam, tudod, párommal fölvonultunk, alfa hímek, tudod, és én alfa hímek. A párommal, mondtam, mi van veled. Én más helyes csaj. Nekem más mondtál. Viszont nekem egy kicsit izgalmas. Én és a párom 2 alfa hím. Hó, Tibi, nem mondtad. Mit gondolsz, miért járok edzőterembe? Na, hogy bemegyek, és azon kapom magam, tudod, itt megvan, elég szűkek a székek, nem tudod, én sem vagyok egy ilyen különösebben antiszociális, de szerintem ti sem. Igazából, vagy nem vagytok egy ilyen nagy ilyen társaságrajongók, vagy bírjátok? Hát ilyen helyen azért, ahol kim van még rajtad kül 70 000 ember, ott azért viszonylag nehéz. Baromi szűkre vannak éve az ülések, tehát gyakorlatilag egymás vállá összesimul, a combok összeérnek, nem tudom. Leérek, látom, hogy a székem mellett konkrétan egy ilyen 10 fős, ilyen védivó ukrán különítmény ül, és nagyon-nagyon buliznak, tudod? Tehát, hogy ilyen. Már akkor kezdtem rosszat sejteni, megyünk be, látom, hogy a csávó, aki mellettem ül, egy ilyen 2 méter 50 centis valamilyen ilyen rádióaktív cornflakes-en táplált, ilyen valami vérivó ember volt.
mondtam, próbáltam a páromat meggyőzni, hogy az a, ami az ember mellett lévő szék az, 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 az ővé. Igen, ügy, de adod, hogy az ki szakadár bácsi mellé. gyere csücs. Leülünk, az embernek próbáltam jelezni, aki abban a pillanatban éppen 4 széken ült egyedül. Így próbáltam jelezni, hogy testvérem, vannak olyan közeljövőben kivitelezni vágyott terveim, hogy leraknám magam elé a lábamat, hogy mit szólsz ehhez. Rám nézett a csávó, és tudod, így jelezte, hogy nem fogod kisgyerek. Ezt most ne. Nem fogod ide lerakni. Jó, akkor tudod, elnyűszögtem, arrébb ültem egy székkel, a csávó akkor rágyújtott egy cigire, ott ráadásul mind a 10 lázdohányosok voltak, tehát hogy ilyet még nem láttál, és valami olyan cigit szívtak, ami én nem tudom, mi volt abban, is valami mahorka. Vagy nem tudom, hogy urán volt beletöltve, de gyakorlatilag az egész lelátó beledöglött, majd az ember egy laza mozdulattal az ölemben, meg az már előttem ülő 3 embernek a fejére hamuzott. Tehát így lepöccentett a hamut, jeleztem neki, hogy tudod, akkor megint előjött belőlem az alfa hím, a támadó, tudod, megmutatom, hogy ki vagyok. Tavarisi konyec! Igen. Meglöktem a csávot, mondtam, hogy testvérem, nyilván kellő angolsága. No smoking! Nem, testvérem, kezdjünk-e, figyeljünk oda a cigarettára, jó? Rám nézett, hogy what? Tudod, így kicsit finoman jeleztem, mondtam, annyi csak, hogy lassan szívjad, mert hamar elfogy. Igen, biztos drága. De hozzáteszem azt is, hogy viszont az is egy maradandó élmény volt, tehát én egy szelet pizzát még nem próbáltam meg így beosztani 2000-ért. Tehát, hogy az volt a neve, hogy magyar pizza, tehát már ott meg volt így szlengesítve, és egy ilyen tészta volt, meg ilyen paprika karikák voltak rajta, 2000. Jó, hát érted, csináld azt, amik ők érted. Egy balatoni lángososnak van egy 3 hónapos szezonja, egy magyarodi lángososnak egy nap a szezon. Egy futam. Hát az rapid szezon, legyünk őszinték, nem? Még azért az egy gyors szezon. A szombatot is beleszámolom, nagyon-nagyon próbáltam beosztani, utána egyébként arrébb kellett üljek onnan, tehát mert nem bírtam a kiképzést, arrébb ültem, és azon kaptam magam, hogy a teljes fotomat egy olyan ülőhelyen izgultam végig, ahol konkrétan egy ilyen zöldre mázolt, ilyen tartószlop volt egy-egybe Palira a kép közepén. Korlátozott látó-e? Hát mondták azt, hogy igazából innen lehet tudni, hogy én oszlopos tagja vagyok ennek a szurkoló csapatnak. Úgyhogy egy ilyen korlátozott élményben... Nem, azt figyelj, mi lett volna, hogyha mondjuk a himnusz az vagy, és váljunk föl, mert jön a himnusz. És abban a pillanatban reflektor rád, hölgyeim és uraim, Kassa Tibor! Hazádnak egyetlenségbe font szabad köztársaság. De te mit csináltál egy Forma 1-es futamon? Megmondom őszintén, hogy szórakozni mentem ki, aztán szorongani voltam ott. Hát minden ilyen típusú rendezvényen te nem nagyon szereted ezeket a típusú rendezvényeket. Sokan vannak, nem szereted, szorongasz kicsit. Mire számítottál? Ráadásul nem tudod, hogy mi van kint, mert ugye mindig máshol előznek, tehát hogy nem is tudod, mi van a futamon. A futamról fogalmad nincs, a lelátó egyébként, a fedett lelátó beázik egy középkategóriás családi autó áráért, tehát ott ülsz gyakorlatilag és ázol, de tudod, tehát most a párom gyerek... De azoknak nagy élmény, akik szeretik nyilván, meg Forma 1 rajongók, de te nem az vagy, szóval, hogy... Hát nem, de sztároskodni meg szeretek. Ja, megjelentél. Hát nem, azért egy jó Facebook posztért én kimegyek azért. Ja, és akkor a pedokban nem volt belépőd, és akkor csak egy ilyen kis szupergoldal üldögéltél a tribünnel. És szerintem a Mihelis nem hívtam át egy fotóra. Norbi, takarodsz át fel a... Dobjál át epret. Lopjál már át egy szendvicset a zsebedbe. De miért mondta Titusnak, hogy fogja meg a kezeteket, hogy mint a ti is sokon gyerekek lennétek? Ne, bácsátok, mert tök jó arc volt. 3 ilyen kiskölyökkel láttam kint, tehát ő ott az egy komoly szolgálatban volt. Hát igen, szülőként, helytállás, tisztes helytállás. Komoly szolgálatban volt. Mindent azt mondom, hogy a 20. körnél elindultunk haza, egy ilyen rohadt, hogy tudjátok, ilyen kaszáló van olyankor beállítva parkolónak ott mellett, egy ilyen nagy préri. Figyelj, ilyen már a végén majdnem sírtam, 40 percig kerestem a rohadt autómat, és nem találtam. Tehát, hogy az egy ilyen attól nyomorúságosabb, hogy ilyen nem kaszáló. Sokan vannak, szorongsz, nem tudod a futamon, nem látod, beázol. Nem, ez meg nem mindent tele a piros Ferrari-kal. Hát persze, hogy elkevert. Nem is értem, hogy te egy ilyen mit csinálsz. Figyelj, tudod, ezt mindig azt szoktam mondani, hogy mondom, a futam nem érdekel, de arcoskodni meg szeretek. Tehát, hogy kicsit fölvonultam, besétáltam, tehát próbáltam olyan fölsőt felvenni, amin a passz nagyon látszik. Tudom, nem, tehát, hogy nagy, fehéret, amiről nagyon elüt a VIP passz, és azzal ott nagyon sétálgattam, de nagyon kerestelek benneteket, és nagyon szomorú voltam, hogy nem voltak ott, és picit nem tudtunk villogni. De nem a balul elsült Forma 1-es élmény az, ami ma reggel böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Húha, nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Na...
De egyébként még azt hozzá akartam tenni, hogy attól nincsen megalázó, mint amikor Mihály is kisétál hozzád, és egy ilyen 6 emberből 5 jön fotózkodni, és te csinálod. Vele. És igen, vele, és odaadják neked a kamerát, hogy nem tudjuk te ki vagy, de lefotóznál a Mihály. És aztán visszasétálnak a padokba. Persze, igen, és te integetsz neki. Tibi, nem jössz? Nem, még itt megvárom a gyere, Tibi, gyere, biztos vagy. Nincsen most. Nem, a gépemet visszaadnátok, légy. Nem, hát a legjobb menekülő mi. Nem, át akartam menni, de koncertem van. Igen, bemehetnék, de most nem. De most nincsen kedvem. De nem ez, ami böki a csőr, mert most valami olyan dolgot hoztam, ami tényleg idegesít. Lehet, hogy nem fogtok velem tartani, de akkor is ennek most egyszer napvilágot kell látnia, robbanjon ki a botrány, harcoljunk, mutassuk meg, hogy megyünk előre. Ez a halál PTR-el dolog, imádom ezeket a felvezetést. Egyáltalán nem PTR-el dolog. Ugye minden mobil szolgáltató most azzal hirdeti magát, és ezzel versengenek, hogy 89%-os lefedettség, 98%-os, 120-250%-os lefedettség van. Ne húzd fel magad nagyvérzést. 300! Annyit még nem folytál, ez még megárt, úgyhogy óvatosan. Jó, azoknak, akik ezekkel a számokkal dobálóznak, nem tudom, ti mennyire tudjátok igazolni ezeket a 200%-os lefedettségeket, én azt kívánom, hogy mondjuk próbáljon már meg elindulni úgy Dabasról, azt egy ilyen 6 percnyi összefüggő telefonbeszélgetés folytasson már le úgy Pest irányába az ötösön. És ha ez sikerül, akkor én itt lerakom az arcomat, fizetem, takarítom a házát, mosom a kocsiját. 6 perc összefüggő rohadmányos telefonbeszélgetés bármerre gyakorlatilag így egy picit Pesttől eltávolodva. Ti hogy vagytok ezzel? Autóba próbálgatjátok? Tehát ez a próbálgatjátok. Nem telefonna. Autóba, nem volt rossz. Várjál, visszaimlak, nem tudom, hol vagy tesó, nem, nekem van térem, nekem is van. Balma az Újváros? Baja? Megáramkodsz, ha velem beszélsz. Nincsen meg? De, jogos. Sajnos, hogy valami biztos, hogy ki tudják mérni valami cucca. Ugye, hogy az van, hogy valamivel megáll az ember egy ilyen radarral, azt akkor van itt még? Majdnem megvolt! Miért lesz? Tehát, hogy valahogy biztos ki lehet mérni, de hogy egy konkrét összefüggő 10 percet te, most akik az utakon vannak, vagy szállítással foglalkoznak, nyilván jobban tudják ezt igazolni, hogy te 5 percet összefüggően nem telefonálsz semmilyen irányba, most már szépen lassan, mert egyfolytában, és nem a 3G-ről beszélt, mert nem a 4G, meg 6G, meg illetve vannak fix helyek, például az autópályán, ahol tudom, hogy elmegy, és évek óta elmegy, és ilyen 10 kilométeren keresztül semmi. M7-esen is van, M7-esen is van, így van, ott is elmegy, ugye ott van egy ilyen, gondolom, egy ilyen lejtő, vagy egy ilyen, nem tudom, gödörszerű kis valami, az M3-ason is vannak részek, ahol konkrétan eltűnik a térerő, legalábbis az én szolgáltatomnál, és nem értem, hogy miért. És halálos... Az egy ilyen hely. Ott mi? Egyiket azt mondják, hogy M3-as, az tök nagy síkság, ott semmi nincs. Ott az Edda turnébuszából is többször eltűnt az Attila. Jó, ott csak... Ezzel a történetet csak az, hogy utána később mindig egy molkúton találták meg mesztelenül terhesen. És egy konnyítőkártya volt nála. És az ég felé mutogatott, hogy jöttek fény a lábok a dégből. Haza, Iti, haza. Szóval igen, én nekem van erről egy összeesküvés elméletem, de nekem tudjátok, hogy mindenről van. De nem a telefonvona, hanem hogyha észrevettétek, akkor van a 3G szolgáltatás. Van, én évekkel ezelőtt észrevettem, hogy van. Uh-huh. Na, szerintem, gyerekek, én olvastam róla. Ezt néhány szolgáltató elkezdte azért lebutítani a városban, most már figyelem, egyre hosszabb szakaszokon nem elérhető a 3G, eltűnik a 3G. Ugye mi történt régen? Mindenhol volt 3G, csak rájöttek, hogy ugye bizonyos rendszereken keresztül te ingyen tudsz beszélni. Tudsz skype-olni, viberezni, egy csomó dolgot tudsz, ugye nem a hivatalos vonalodon. És ott van még a Skype és a Viber. Van nálad Skype, nekem Skype, ugye. És a WhatsApp. És hogy ezek az elérhetőségek, az, hogy a telefonod fölmenjen 3G-re, ezek egyre jobban lekorlátozódnak. Csak azért nincsen értelme, hogy a forgalmat csökkenteni? Hát forgalmat csökkent, ez ugyanis nem tudsz interneten például telefonálni, ezáltal te kénytelen vagy ugye a számlásfizetős telefont használni, vagyis a szolgáltatónak nem biztos, hogy megéri már, hogy annyi helyen te föl tudjál csatlakozni a 3G-re. Van például nekem a budai alsó rakparton most már egy 6 kilométeres rész, ahol effektíve semmi nincs. És nagyon zavart, hogy esik az eső, ezért lefedette. 6 kilométeres szakasz megvetti a budai alsó rakparton. A Margit híd és a Lágymányosi híd között a tied. Semmi. Nem jöttek arra. Az nincs. És arra gyanakszom, hogy azért nem, mert hogy ugye ott akkor nem tudsz 3G-n keresztül mondjuk
skipézni. Vagy bármi jött csinálni. De azért is kell fizetned, nem? Ha 3G-n keresztül csomag. Hát az benne a csomag része. Ja, ez csomag rész. Aha. Most ezt nem vette észre, Laci, egyébként? Nem igazán de neked olyan, jó, de te már 6G-vel nyomod, mert neked olyan szolgáltatod, olyan telefonnal. Nem akarom az összeesküvés elméletedet lerombolni, de egyre inkább abban az irányba tartod összes cég egyébként, hogy van egy alapdíjad, azt azért 0 forint per percért telefonálsz már. Tehát, hogy szépen lassan az okafogyottá válik, ha így is volt egyébként régen, akkor leállhatnak ezzel a tiltással, mert most a legtöbb szolgáltatónál amúgy az, hogy 10-zer, vagy 12, 13, hát, és akkor... Ha átmész abba a csomagban, hát ezért még nem mindenki ment át. Na, de, hogy kíváncsi lennék, hogy hány szolgáltatónál hány ember veszi igénybe mondjuk még ezt a szolgáltatást, hogy 10.000 forintért, all inclusive, vagy 8.000 forintért. Jó, de akkor bocsáss meg, te, akinek van 6 kilométernyi szakasz a Budapest, a Budai alsó rakpartból, annak nem mindegy, érted? De hogy... akkor miért van az, hogy régen sokkal több helyen értem el a 3G-t? Magasabb voltál. Megy össze, mi? Összementem. Ez jó, 3 centit összementem. Tehát úgy csináljam, hogy fölemelem a kezem, és úgy, és közben is kipézzek? Amikor eléri, akkor visszaveszed, mert akkor már megvan. Tehát akkor lehet találni. Mindegy, én azt gondolom, hogy biztosan ki lehet ezeket mérni, biztos, hogy megvan valahogy ez a lefedettség. A 200-100! Ne. Annyira még nem vagy sovány. Ne. Ez elpattan egy ér az agyadba. 100%! De azt gondolom, hogy ezek csak én elméleti számok, mondom, azt kívánom annak, aki ezzel reklámozik, hogy egy milliárd forintos üzletet kössön meg Dabas és Budapest között, ami 10 percig tartó beszélgetésen áll, vagy bukik, és akkor meg fogja tudni, hogy ez a 98-200%, ez valójában milyen döbbenetes lefedettség. Félve kérdezem meg a bíró urat, a budai alsórakpart tulajdonosát. Már nézzétek meg a 3G-t, csak figyeljétek, nézzétek meg, hogy szerintem ebben van valami. Jó, hogy, ezt én adom, ez meg jogos. Abszolút. Én hallom, ti is halljátok? Én is. Mindannyian fejet hajtunk nagyságod előtt. Tibi a király. Meg, ezt megadtuk. Ez jogos. Ez idegesítő. Ez valóban idegesítő. Egyszerűen hihetetlen. Tehát, hogy ezt olyan régóta kerülgetem, nem mertem bedobni, mert azt mondjátok, hogy megaláztok, hogy most akkor várjak, amíg visszajön a térre, amíg én nem, akkor telefonálok. De ez tényleg egy fájdalmas pontja volt az életemnek. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Mit isztok? Most már ennyire örülsz, hogy kivetesen megadtuk? Hát, ha jót hozol, én megadom. Csak. Ez ugye itt hívnám fel a figyelmedet a nyárfa pöszmöszre, amire azt mondtad, hogy azt senki nem szereti, de tudod, mi volt is a nyárfa pöszmösz? Tudod, mi a nyárfa pöszmösz? Mi? Fú, gyerekek, 9 óra van, még nincsen semmi, ki melyik kiszom még egy meleg szint. Csak személy volt. Már szobla szignál. Szobla szignál, nyárfa kinéze, ott egy nyárfa pöszmösz. Az egyáltalán... Mert ez most jó. Ez a számba? Megvan a téma. A balieknak jó lesz ez, pöszmösz. Az figyeljetek, az autót eltömíti, allergiás vagy rá, belemegy az orrodba, szádba minden, de semmi baj. Nem adtátok meg, lelketek rajta. Jó, de ezt most megadtuk. Pokorra juttok. Menjünk tovább. 9:30 van, lassan menned kell. Értem, hogy most. Lassan lefőzöm az elindulós kávét. Talán ez azért van, mert nincs pa témád? Mr. Budai alsórakpart, de van! Na mondd. Olvastam egy cikket, amit már régóta kerülgetek, és ezt most nem a Laci küldte el, de egyébként sokat hozzátett. Miért? Olvasol a Proegri csillagó? Ja, nem, Bravo magazinnak volt egy ilyen kis mellékletében, a felnyalható tetoválás mellett, hogy egy kicsikét túlülnek már célon szerintem ezzel a gyermekvédelem témával, és erről akartam hozni nektek egy sztorit. Egy pozsonyi kisvendéglőben, biztos olvastátok, vagy nem tudom, találkoztatok-e vele, megtiltották mindenféle társasjátéknak a használatát, mert a közelben, itt pontosabban szemben egy iskola van, és olyan szintig elvitték ezt, tehát, hogy nem csak egyszerűen szerencsejáték, hanem gyakorlatilag minden táblajáték, vagy bármilyen társasjátéknak ott a szórakozásra való felhasználása tilos, mert ugye túloldalon iskola van, és védeni kell a gyereket, hogy az ne lássa, hogy ott a saktól? Konkrétan a sakk is be van tiltva, tehát itt a példa említi, hogy nem lehet a sakktáblát kitenni, és ne kell játszani, mert hogy a gyerekek... Tehát az iskolába, és az iskolával szemben van egy söröző, vagy egy kávézó. Ja, hogy oda nem menjenek be a gyerekek. És de nem az, hogy ne lássák ezt a rossz példát, hogy a felnőtt ott így szerencsejátékozik. Nem otolják a Erzsébet utalványokért, vagy mi? Nem tudom, mi lehet, de tényleg eltetetik mindent, tehát semmilyen ilyen táblajátékot nem lehet játszani, meg egyáltalán. Sakk
sakk az egy sport. Jó, most nyilván nem csak a sakról van szó, tehát nem játszhatsz kártyajátékot, nem lehetnek szerencsegépek, szerencsejátékgépek, mit tudom, ez szerintem nem egy rossz dolog. Nem? De én egyébként utána mentem egy picit, hogy a sakkal mi a baj, mert a sakk ugye az nem, azért nem kimondottan szerencsejáték, nyilván ahogy én sakkozom, úgy az. De ahogy lépegetek össze-vissza, azt vagy rám szólnak, hogy hülyeségek vagy nem. De rájöttem, hogy mi a baj a sakkal egyébként, és miért tiltják, mert baromi rossz az üzenete egyébként, nem? Mert a gyerek mit lát? Hogy aki király, az gond nélkül leütheti a parasztot, érted? Tehát, hogy ez nem jó, hogy a gyerekkorában már ilyen sztereotípiákkal szembesül, amellett, hogy a játékban van egy ilyen finom racista felhang, hogy mindig a fehér lép először, ugye? és a fekete csak másodszor. Ti egyébként mennyire vagytok ennek a túl óvásnak a hívét? Tehát ti a gyerekétekkel hogy vagytok, hogy ne lásson semmi rosszat, vagy minél hamarabb inkább szembesüljön vele, és akkor túl van rajta? Akár az ital, akár a mesztelen néni, akár a nem tudom mit, tehát hogy inkább hadd lássa és szembesüljön vele, vagy inkább mindentől védjük meg, jaj, védjük meg, rózsaszínbúrok, aztán baj, felnőttként koppan. Hát, szerintem leginkább a Janinál aktuális egyébként, tehát nálad jönnek majd most a dilemmák, hogy mit igen, mit nem, egy 5 éves gyereknél még azért az inkább nem kategória van. Tehát ott még azért nem szembesíted nagyon semmivel. Nem szoktak együtt pornót nézni. Igen, még ez ritka, viszonylag ritka, vagy hát mindig lehajtom a laptopnak a tetejét, amikor jön. Tehát, hogy nem, a kamaszkor, 10-12 év, ott jönnek majd a dilemmák, hogy mit igen, mit nem, barátnő, ottalvás, film, laptop, barátnő? Okostelefon. Oda. Igen, nem okos telefon. Nem akarom, hogy megismerje a barátnőmet, mert végig csak. Elég, ha te tudod, hogy hol alszol. Így van, beárul az anyjának. Szóval szerintem az idősebb korban jön nálunk, a Ferivel ez még azért inkább a tiltás, nem? Hát nagyon nem tudod, mivel még szembesített, ne lásson, vagy ne csináljon olyat. Én nem vagyok ennyire elutasító, ha például nálunk az alkoholt, ugye nehéz azt mondani, hogy nincs a családban, tudod? Hát vizet nem lát a gyermek. Így van. Ennyi, és akkor viszont ő már ugye felkészülten áll a veszélye. A csapvíz veszélyes. Vigyázzatok! Korokozó van. Nem, nem van. Ki van, nem ivóvíz. Nem ivóvíz, csak kézmosás. Csak kézmosás, nem ivóvíz. Hát most a fenn nagy ilyen gyerekvédelemet annak idején, hogy nem tudom, szerintem még mászni nem tudtam, de már sörhabot, hogy le nyalogatta az ember. Azt nézd meg, mi lett. Azt nézd meg, hogy milyen szép egészséges felnőtt lett. Nem biztos, hogy követendő például a sörhabból letessük a gyereket, igen. De nálunk például a szex meg a mesztelenség se ilyen. Tehát, hogy az ilyen... A gyerek mesztelenül is, ha be akar jönni, igen, akkor megnézheti. Nem, hogy megérdez valamit, akkor azt elmagyarázod neki. Meg nem nincs, hogy jaj, ne gyerek a fürdőszobából, úgyhogy mesztelen, miért ne jönnél? Hát... Szó, tehát, hogy van azért egy bizonyos kor, amitől kezdve azért már szerintem egy picit tanítani, nevelni kell a gyereket, vagy egy olyan irányba is kell vinni, hogy azért legyen egy alapszintű szemérmesség, mert mondjuk egy tizenévesen már azért egy kislány, egyre kevésbé kislány, és egyre inkább fiatal nő. És egy pici gyereknél még nem gond az, hogy ha mesztelenül rohangál össze-vissza a lakásba, de azért egy bimbozó nőiességgel már azért csak ne. Hát még gondolom, már nem ülsz be mellé fürdeni, hogy itt van, papa hozta a hajót, nem? Tehát, hogy igen, süllyesszük el együtt. Tehát, nyilván, ahogy az ember nő, meg hát ez a gyerekben is kialakul. Nemiség, szexualitás, ez előbb-utóbb felkelti az érdeklődés, és teljesen hogy másképp nem fog már állni ezek az a fiúgyerek se akar egy időt, hogy bemenjen hozzá az anyja. Tehát, amíg most például simán bemegy, 8-10 évesen, 12 évesen a gyerek már szól az anyjának, hogy ne gyere be, egyedül szeretnék fürdeni. Más dolgom van, vittem be újságot, menjisatok rám. Tehát, hogy ezt az okosabb szülő hagyja és tudja, hogy miről van szó, de hogy nyilván ez a gyerekben is kialakul. Van olyan gyerek, akiben ilyen góliák eleme. Van olyan gyerek egyébként, akiben ez egy hosszabban kinyúlik. Egyébként van egy szomszédom, Ödipusznak hívják. Nekünk is hosszabban kinyúlik, miért nálad van valamiféle? Azt hittem, hogy mindig anyával fürdesz. Nem, csak van egy haverom, Ödipusz, és még mindig az anyával fürdik. Igen. Nem, csak azt akartam mondani, hogy erre a szexuális dolgok tiltására én majdnem rámentem egyébként, mert találtam annak idén gyerekkoromban, nagyon pici voltam még, és találtam egy képet, ahol egy néni a gyönyör kapuját mutogatja. És figyelj, nagyon volt, tehát akkor még nem volt így internet, meg semmi, egyetlen egy ilyen valamilyen ilyen újságból kitépett nyomorúságos kép, de ami igazán én itt nagyon beteg valami rossz kép volt. De az mi volt nálad, egy kifőzdének az ajtaja? A gyönyör kapuját, ez szemét lát. Igen, nyilván, egy hamburgeres ajta. Olyan, hogy hát egy néni úgy nem nagyon összezárt combokkal ücsörgött egy valami vízesés alatt, ilyen teljesen természetes pózban. Az a kép volt a kincsem, a mindenem, a bibliám, és ezt én rejtegettem, mert nyilván nem akartam, hogy anyám lássa, hogy nekem van egy ilyen képem, és bedugdostam mindig így a két szekrény, ilyen kétajtós szekrénynek a két része alá, ilyen, tudod, én több elemből volt, de nem volt összecsavarozva. Amikor a gyerek dugja a nehezen megszerzett erotikát, és próbálod elrejteni, tudom. És alá dugdostam a szekrénynek, ami nem
nem volt lecsavarozva, csak így ízés, mindig kicsit megemelt, hogy becsúsztatgattam, és mindig oda mentem a kincsért. Na most egyszer, amikor éppen mentem volna feltárni a gyönyör kapuját, akkor fogtam azt a két ajtós szekrényt, úgy magamra rántottam, hogy gyakorlatilag ilyen őrült robaj, teliben magamra rántottam a szekrényt, és anyám jött be, hogy jól vagyok. Igen, jól vagyok, csak a képem, mentsétek a képemet. Anyád meg lehajott, mi ez itt, és már vitte is ki. Ennél csak az lett volna, hogy a legközelebb benyúlsz érte, kiúzod, és nem egy kép, hanem egy ilyen hatalmas őrtorony magazin. Anyu kicserél. Ébredjetek, tudod. De állítólag egyébként van egy komoly szabályozás, hát élen járnak a britek a baromságokkal mindig, vagy csak egyszerűen komoly, egyszerűen mindent rájuk kennek, de van egy törvény tervezet most a britek előtt, vagy a törvényhozók előtt, ami azt szolgálná, hogy a 2000-es évtől, vagy 2000 évben születettek és annál fiatalabbak törvénybe iktatják majd, hogy ők egyáltalán ne vásárolhassanak dohányárut, például. Tehát, hogy azt mondják, hogy te hányas, mikor születtél? Hát én 2001-ben. Akkor neked nincs. Tehát nem az van, hogy a fiatal, nem csak egyszerűen annyi, hogy fiatal, hanem ők akarnak egy olyan generációt, akinek megpróbálják törvényszabályozásba iktatni, hogy az a generáció nem vehet. Hát ő 18 éves kora után sem. Állítólag nem. Tehát itt az van, hogy ha elfogadják ezt a törvényt, akkor a 2000 után születettek nem vehetnek dohányt. Van egy érdekes dolog ez, mert hogy szerintem bizonyos dolgokban a tiltás helyett a szabályozott árusítás, az sokkal több, vagy sokkal jobb, vagy sokkal célra vezetőbb. A tiltás az egy tínédzser számára az mindig egy kicsit ilyen magas labda. Mindig arról szól, hogy igen, tiltjátok, hát akkor azt ki kell próbálni. Tehát, hogy sokszor azt érzem, hogy ez már sok. Hát abszolút, én is azt gondolom, hogy én nekem semmi nem tett. Úgyse tudod megóvni tőle egyébként, meg úgyse tudod megakadályozni, hogy ne próbálja, aki biztos, hogy ki fogja próbálni. Biztos, hogy lesz egy idősebb haver, aki majd bemegy helyette, és megveszi, és ő viszi ki a térre, vagy biztos lesz egy fiatalabb felnőtt, aki azt mondja, hogy gyerekek, próbáljátok ki. De minket úgy szoktattak le annak idén dohányzásról, hogy hagyták, hogy kipróbáljuk. Igen, szeretnél dohányozni? Na, Janika. Parancsolj. Ja, egy mesztelen fecske. Igen, ezt szív meg, na, lyukas fogad. Érted. És többet nem vágy és igen. Igen. Hát egy ilyen balul elsült VBK-s nagyon nagy rókázástól nem tud semmi többet tenni. De ezt nem hiszem, hogy ők ezt törvénybe tudják foglalni. Ezen most melóznak. Ezt elképzelhetetlennek tartom, hogy azt mondják, hogy te felnőtt férfi, felnőtt nő vagy, betöltötted a 18-at, 21-et, mindjárt, és te egész egyszerűen nem vehetsz egy egyébként legálisan forgalomban kapható terméket, te nem vehetsz meg. Ez csak egy valamilyen elvetemült benyújtotta. Most én hazudok? Tessék? Most én hazudok? Mi van? Mi van? Jó, de ez szerintem esélytelen. De én is azt gondolom egyébként, amit a Jani mondta, ez a rettentő nagy tiltás, meg ez az óvjuk meg a gyereket, szerintem százszor többet ér az, hogyha egyszer látsz, mondjuk amikor a kocsmákat arrébb rakták, amikor volt a Magyarországon ez a nagy izé, hogy az iskola 100 kilométeres területétől távol sem lehet izét, nem tudom, sört venni, mert nem tudom, akkor abban a gyerek belerokkan pszichésen. Tehát én erre is azt gondolom, hogyha látsz mondjuk gyerekként egy dajdajozó részeket kidölöngélni, és látod, hogy ez mennyire rossz, a százszor, lehet, hogy százszor többet tesz azért, hogy te ne legyél alkoholista, mint hogy ezt így eltolod. Hát igen, de mondjuk az, amikor azt tényleg szabályozták, hogy iskolák, mit tudom én, x méteres körzetében nem nyithatsz ilyen egységet, azért azt szerintem nem rossz. Az, hogy kiesve az iskolából, neked nem jut eszedbe, vagy nem jön az ötlet, hogy menjünk át, ígyunk valamit, vagy azt látod, hogy ott isznak, ezek szerintem azért nem rosszak. Igen, ezt akkor tudnám elfogadni, hogyha egyébként meg nem a laza gondolkodású ófővel dohányoznának a hátsó udvarban együtt a diákok. Jó, az is igaz, igen. Akkor lenne egy reálisabb dolog. Más idők meg más korok azok, amiket most élünk, de például annak idején ugye a férfivé válásnak egy megszokott formája volt az, hogy az apa szépen kézen fogta a kis fiát, és akkor elmentek együtt egy piros betűs, hogy hívják, egy piros lámpás negyedbe, egy piros lámpás házhoz, és beavatták a fiatalembert. Úgy, hogy a fater kifizette gyakorlatilag az első kört a srácnak. Vannak azért folytott álmaid. Hát, de legalább tudtad, hogy hova menjél, ha gond van. Figyelj, Jani, szóval nem vagyok benne biztos, hogy egyébként. Nem? Hát, nem voltál? Tessék? Nem voltál? Nem. Te voltál, Jani? Nem, mit el apám. Akkor egyedül voltam apámmal. Egyedül voltam apámmal a kocsi sorra. Engem mindig a Szentendre és Kanzenba vitek, de akkor ezt hazamegyek, megbeszélem. Hogy most már ezt halva addig unalmasnak tűnik. Hova megyünk? Szentendrére, a Skanzenba? Hát miért nem ide vittek? Hát én már mondtam, apa, megyünk a Skanzenba? Nem, megyünk csak a kocsisorra, megyünk a parkolóba, beállunk. De apu, hát apa, a Skanzenba. Volt olyan Rákóczi tér.
hát az még akkor egy létező hely volt, hogy te délután kettőkor kimentél, és ugye az átásiskában mindig oda jártunk leskelődni, sose láttunk semmit. Tehát nem tudtuk, hogy mi történik ott a Rákóczi téren. Csak tudtad, hogy ott van az erkölcsi fertő a Rákóczi téren, de délután kettőkor nyilván kevésebb volt az esély, hogy lássunk valamit. Nem mentetek Rákóczi térre leskelődni? Nem, a Rákóczi tér, és ezt így hallod. A skanzen. Hogy nem mentünk volna. De nem találtál soha semmit, mert ugye oda este kellett volna menni. Igen. Mi meg ugye hát akkor nem engedtek el, délután jártunk, de semmi nem volt ott. És nem értettük, hogy mi van itt a Rákóczi téren. 10 éves a pont addig jutottunk el, hogy az egyik barátomnak a frissen vásárolt kapott első autójával egy citromsárga Dacia-val köröztünk a Rákóczi tér körüli utcákban. Nagyon izgulva, és nagyon félve. És igen. Minden lányhoz oda mentek, és megkérdeztük, hogy mennyi az annyi. És mit mondtál? Az annyi, és akkor mondtak valamit. Alkudoztatok így blindre. Nem is volt bátorságot. Nem mertünk elmenni, mert ugye ott voltak mindig ezek a sztorik, hogy és akkor figyeld meg, majd bemész a kapu ebbe, és akkor a strici leüt, és akkor elveszíted az összes pénzedet, és elveszi a Skoda kulcsot, és mit fog szólni hozzá a polémá. Az milyen janéki körbe mentek, és az volt a szexuális élmény, hogy lekérdezték az étlapot, nem? És mindenki azt hitte, hogy nagyon menők vagyunk, mert hogy mi ezeken már túl vagyunk, pedig csak az árakat tudtuk. Tudom, igen. Ismerem. Félve kérdezem. A fiatalok védelmén, a Forma 1-es élményekért és a mobil telefonoknak, vagy a mobil forgalmazásnak a megreformálása. Azt adtam a legjobban. A taps és a sikor. Pénteken Balaton lelle? Pénteken lelle, tudod hánykor, vagy 10-kor? A főidősában. Mondanám, hogy megvárja a koncertet. A prime time-ban, vagy így van. A főidősában. Vízi bicikli, delfines csúszdás. Csúszdás, csobbanás, gyerekek. Balaton lellén, a napfény strandon, hát... Csak lesznek. Tessék? Csak lesznek. Csinálunk ott egy jó bulit, de én már esküszöm, hogy nem is nagyon szeretem ezeket az esti lámpafényes koncerteket. Akkor annyira hozzászoktam, hogy én mindig egy korán vagyok, hogy esküszöm, néha rámoltják a lámpákat, és már zavar. Tehát, hogy én annyira, tehát az ebben a... Igen, mert fel kell lépned, este szorongani kezdesz. Viccen kívül, hogy mik ezek a műfények. Tehát, hogy annyira szeretem a kellemes ilyen 10-től 2-ig terjedő, ilyen nagyon finom fölvezető, levezető, ilyen átvezető időszakot, hogy mikor reflektorra megvilágítanak, akkor mindig elkezdek szorongani. De most láttam, hogy 10 óra Kasszatibi, 15 óra vastagcsebi, ez azt jelenti, hogy egy 5 órás koncertet nyomsz? Abszolút, 5 óra, egy 5 óra, hát akkor az minden lesz. Egy 5 órás szettem van, amiben a bátyámmal fekve nyomunk. Stand-up-on passzolgatunk, és utána pedig egy jelenetet adunk elő a Predator című filmből, a bátyám nagyon vert. Jó hosszú fellépés lesz. Na jó van. Lellén. Tibinek köszönjük szépen, 3:40 lesz pontosan 2 perc múlva. Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3:40 van pontosan, hello mindenkinek. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is beszélgettünk ma, ugye Feri az új fitness pápa. Ennyi. Ennyi gyerekek. Az áruló, aki elárulta azt a fajta hitvallását, amit itt az elmúlt 6 évben megismerhettünk róla, és számomra teljesen érthetetlen módon futni kezdett, mert ha még sportolni kezdtél volna, még támogatnál a kis tőt. Miért a futás az, mi szerinted? Te, akivel együtt szittuk azokat, akik futnak, és válvetve tartottuk a gátat, hogy mi soha nem sportolunk, de nem kezdünk futni, és egyszer csak kiderült, egy hónapja futsz, és ez nem bírjuk a Janival megemészteni. Figyelj, a Jani megemésztette, ő szerintem imádja. Bárhová elmegyek veled, bármilyen mozgásra, csak futni neked. Próbáld ki egyszer, majd elragadlak, nézd meg, olyan, hogy más lesz az életed. Kimosták az agyadat. Más lesz az életed. Jön a nősülés, az alkoholmentesülés, a guminő, ahogy megbeszéltük. Futni. Nem, ez egy nagyon komoly lelki trauma. Na mindegy, arról beszélgettünk, hogy mi jön ezek után még, ha már Feri futni kezdett. Ez a világ nem az, ami volt még 2 nappal ezelőtt. És nem is tudom, már kivetette föl, hogy mit mennyiért csinálna meg az ember, de belementünk egy olyan témába, ami arról szólt, ugye, hogyha valaki fizetne nekünk egy komolyabb összeget, akkor milyen testrészünket adnánk oda azért. Máshogy gondolkodtunk erről, ki többért, ki kevesebbért, de szinte kiderült, hogy mindenünket odaadnánk. Jani, bármennyiért. Janiról kérdezik, hogy vihetik a lábát, vihetik a fülét, tényleg bármelyik testrészét bármennyiért odaadja. Szinte erről beszélgettünk ma reggel, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 6 perc múlva 10 óra. Csabi, jó reggelt! Hello. Jó reggelt! Csak úgy finoman és halkan merem megkérdezni, hogy a kép aláírások vajon elkészültek? Megkaptam. Már van is ötlete, még nincs kész, de küldöm neked. Jó? Ezt tanúsíthatjuk, hogy tegnap megindult egyébként a brainstormingolás. Már Janinak is megmutatom, lesz aljaskodás. Megcsinálom neked a hétvégével, lesz hétvége után a kép aláírást. Jó? Jó, de akkor azt ígérhetjük a hallgatóknak, hogy ma nem, de mondjuk holnap. Ja, te várj, ezt meg akarod nekik mutatni?
Hát ezt azt beszéltük tegnap egy adásban, hogy a Klassz FM Facebook oldalára ezt kirakjuk. Tehát mindenképp, mert akkor olyat írok, mert hát nekem egyelőre nem, nem hallgató barát verzió. De nem mindegyiket kell aláírni, jó. Amire úgy érzed, hogy van ötleted, azt írd. Jó, ha jó, csak jó, kettő sikerül, akkor kettő. Ha öt, akkor öt. De öt képet nem kaptam. Nem? Kettőt vagy hármat kaptam összesen. Komolyan? Igen. Akkor valamit elrontottam, küldök. A legjobb, ahol a gyerekek kiütve fekszenek az ágyon. És te megmutatod nekik? Megmutatom, ezzel lehet aljaskodni. De meg lesz, megígérem, hogy megcsinálom. Jó. Csak hallgatók, nem ma. Holnap vagy gagy. De mi ezt meg várták, hogy megkapják ma a kép aláírás? Tegnap megígértük nekik. Ja. Jó, jó, holnapra meg lesz. Jó, hívjuk a nap hallgatóját. Na. Pring. Oh! Na, de jó, úr erő. Na, régóta írogatsz? Hát úgy naphallgat, ugye erre nem nagyon szoktam, csak most fordult, ugye először megmondom őszintén, egy-kettőt szoktam beírni, de olyan sokat nem. Na, de úr. Hát... pont most gondoltam rá, de jó nem. De mit csinálsz, nagyon lihegsz? Szőnyeget szállítom. Szőnyeget szállítasz, nehéz. Hát azt hittem, hogy te is a TV2-nél dolgozol, és neked is kiadták kukázba, hogy le kell folyni. Az melós. Na, hát azt írtad... Most dobtam be a kocsiba. Igen, de tényleg jössz hozzánk pénteken? Mert erről szólt az SMS-ed. Igen. Hát épp így időzítettük a barátokkal, hogy megyünk fel majd oda lelére, és pont hallgatom, umadom pénteken, jaj, de jó. Úgyhogy pénteken indulunk mi is hajnalba, és akkor pont ugyan 7 óra fele odaérünk, úgy számoltuk. Na, de jó, jól van. Azt írtad nekünk, sziasztok, életemben először leszek Kassa Tibi fellépésen pénteken, remélem mind a két számát lenyomja. Ne, több száma van már egyébként. Három. Nem. Most már abszolút tele van Tibi dalokkal. Az újat is hozza, a régit is hozza, meg hát jó kis koncert lesz. Plusz a Neoton blokk. Nem, már nincs. 10 órakor lesz színpadon Tibi, aztán egy kis szünet. Tudtok pihenni, reméljük nem esőszünet, és Vastag Csaba majd 15 órakor folytatja. De az a szünet, igen. Az a kiválság műsor. Az 5 óra, az biztos durva lesz neki, igen. Igen, az ott Csabi lesz a kiválság műsorra. Ja. Jól van, küldjük neked az ajándékcsomagot, köszi az SMS-t. Ja, én is köszönöm szépen akkor. Köszi, ciao. Köszönöm szépen, sziasztok. Gratulálunk, hello. Csabikám. Remek zenei lesznek? Hát akkor már stílszerűen hadd ajánljam Kassa Tibi új dalát, amit mindenképpen meg fogunk hallgatni a következő órában. De nem is ezt szerettem volna, hanem a Kálai Sandersnek van egy újdonság, az a címe, hogy Juliet, és ő azt írta a saját Facebook oldalán valamelyik nap, hogy szeretné bebizonyítani a hallgatóknak, meg a közönségnek, hogy ő nem a klasszikus értelemben vett popstár, amit Magyarországon gondolunk. Tehát jövőre 2015-től csak zenekarral lép majd színpadra. Tehát nem lesz az, hogy valahol ő fellép, és akkor csak egy mikrofont a kezébe nyomnak, és szól a háttérből. Azt hittem, hogy country a Juliet. Nem, hanem hogy ő csak zenekarral. És szerintem ez a dal már mutat afelé, hogy... Mondjuk én nem érzek ellentmondást a kettő dolog között, mert egy igényes popstár ugyanúgy fel tud lépni. Azt mondom, hogy Magyarországon gondolnak a popstárokról. Hát ott van a különbség, hogy egyedül elmész, akkor az annyi, ha viszel zenekart, az annyi, és majd mikor senki nem hív, mert az annyit nem fizeti ki, akkor aztán sajnos vagy azt mondod, hogy kevesebb haknit van, vagy visszaállsz egyedül menni. Hát lehet, hogy ő is meggondolja magát jövőre, de most igen. Ezt tervezi. Aha. Jó. Nagyon jó kis zenekarra. Én már láttam őt zenekarral fellépni. Nagyon tehetséges, hát nagyon jó. Jól énekel, jól táncol, jól mozog. A zenekar meg tudja oldani, hogy úgy szóljanak a dalok, mint ahogy itt a rádióban halljuk. Sőt, még hozzá is tudnak tenni egy kicsit. Igen, de tényleg ügyes. Egyébként tehetséges. Jól énekel, jól táncol, jól tapos. És mondom, tehát van egy jó zenekar mögötte, és most meghallgatjuk az újdonságot, az a Juliet. És azt tudjuk, hogy miről szól? Semmi gyerekzaklatás, semmi szomorúság? Ugye az előző dal az erről szól. Hát igen, az igen. Szerintem valami ilyen nem Julien, mert akkor egy nagy példaképről szól. Szerelmi történet. Zack, Brandon és Julien a sájjájzó. Nem, Juliet. Jól van, Csabi jön a kívánságműsorral. 855-55-00 ez a telefonszám, ha szeretnétek dalt kérni tőle, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Szia, ciao.